tudja képzelni, mi minden történhetett volna, ha ez az ember mondjuk fizikus vagy kémikus, vagy netán genetikus, vagy akármi, csak nem cirkuszos. De Decsev cirkuszos volt. Volt? Igen, Decsev meghalt. Ennek különben már semmi jelentősége. Leesett egy trapézról, és kész. És előtte mit csinált, illetve szóval miben állt a rendkívüli képessége? Hát kérem, Előre meglátta a cirkusz és kollégái jövőjét. Megjósolta, ha szabad ezt az ostoba kifejezést használnom, hogy például az állatszelidítőnek az oroszlán leharapja a fejét. És leharapta? Mint a pinty. Pedig az illető el akarta kerülni a szerencsétlenséget, és éppen decsev a nyomán. És hogy, hogy, nem sikerült, kérdezte növekvő érdeklődéssel Scott. Annak idején írtak az újságok is erről, nos, Decev megjövendőlte a szelidítő szomorú sorsát. Erre az illető megrémült és lemondta a fellépést. A cirkusz pedig, hogy mégsem maradjon izgalmas állatszám nélkül, szerződtetett egy másik idomárt a szomszédvárosból. Csak hogy ezen a délutánon akkora hó esett, hogy nem tudtak felszállni a helikopterek. Az előadást meg kellett kezdeni, a szerzőtetett szelidítő pedig még mindig a szomszédváros űrkikötőjében üldögélt, és várta a felszállási engedélyt. Amikor aztán kiderült, hogy a pályák használhatatlansága miatt azon a napon már nem indult több helikopter, a szelidítő felhívta videón a cirkuszt, és lemondta a vendégfellépést. Képzelheti erre, mekkora riadalom támadt. A közönség ott türelmetlenkedik a nézőtéren, várja a nagy számot, az pedig egyre csak késik-késik. Ekkor az igazgató magához hívatta az idomárt, és dupla gázsit ígért, ha mégis elvállalja az előadást. De hogy biztosra menjen, saját féltett kocsiján a cirkuszhoz vontatta a város legpatinásabb jósnőjét, és Decsefhez löktöste. Erre természetesen kitört a parázsvita, Decsef sértődötten elrohant, a jósnő pedig hosszú, boldog életet jósolt a szelidítőnek. Gecsev minden felelősséget a cirkuszra hárított, aztán addig ívott a kocsmában, amíg olyan részeg nem lett, mint egy disznó. Ott szedték fel a hajnali órákban, amikor már a város három rendőrsége is vizsgálta az ügyet. Szóval az oroszlán leharapta? Lebizony, azt mondják azért, mert a hosszú várakozásban felajzott közönség elvesztette a türelmét. Cukorkákkal, rágogumival és mindenféle fügyfenével dobálták az oroszlánokat. Erre az egyikük megvadult, és zúgy, ezt különben meg tudom érteni. Igen, és mit tett még ez a decsev? Tulajdonképpen csupa-csupa jelentéktelen dolgot. Megjövendőlte néhány kollégája halálát, esküvőjét, cirkusz leégést, földrengést, meg mit tudom én. Azon kívül is számunkra, talán ez a leglényegesebb, feltalált néhány dolgot. Például mit? Scranton reménytelenül legyintett. Csupa marhasságot, önműködő trapészt, amely százezred másodpercnyire odaér a másik trapézhoz, ha halálugrásra kerül a sor. Aztán valami olyan hálót, amely nincs kifeszítve, valami tartóban nyugszik láthatatlanul, úgy, hogy a közönség azt hiszi, a légtornászok háló nélkül dolgoznak. Abban a pillanatban azonban, ha valamelyikük elvéti az ugrást, a láthatatlan szálakból szövött háló kipattan és elkapja a pasast a levegőben. Mintha csak Isten keze fogta volna felzuhanás közben. Szép, hatásos mutatvány. Maga még nem látta? Scott megrázta a fejét, szóval csupa ilyen haszontalan bóvlit talált fel Decev, Amikor aztán híre ment a dolognak, természetesen az illetékes hivatal rátette a kezét. Csak hogy Dechev már nem élt sokáig. Azt hiszem, hogy odafenn sok hasznát vehették volna. Scranton elhallgatott és várakozó szemekkel nézett Scottra. Az űrhajós felült az ágyon. Szóval, ha jól értettem, én vagyok a Decsev 2. Scranton nem válaszolt, így hát ismét Vandenberg vette át a szót. Miután ott a maketnál elváltunk, egyre többet gondolkodtam a maga dolgán. És természetesen elmondtam minden Scrantonnak, de még nem volt elég bizonyítékom. Akkor még csak gyanítottuk, hogy magát ilyen rendkívüli tulajdonsággal verte, vagy áldotta meg a természet. Ehhez azonban bizonyítékra volt szükségünk. Nagyot szívott a pipáján, aztán folytatta. A bizonyíték váratlanul hullott az ölünkbe. Tudja, Skrenton régi ismerősi a maga Matthias barátjának a felesége Lisa. Ő aztán mesélt néhány érdekes dolgot az ön. Hm, hát szóval kisé lehangoló jóslatáról. Már ami mi illeti. És ez már elég bizonyíték volt nekünk. Lassan kezd összeállni a kép. Értem, értem, mondta Scott. Ekkor már biztosak voltunk benne, hogy maga is, és Decev is a természet kiválasztottjai. A lényegtelen különbségektől eltekintve egyébként önnek, kedves Scott, van egy óriási előnyed a csebbel szemben. Tudom, hogy nem vagyok cirkuszos. Úgy van, nem cirkuszos, hanem az, akire nekem éppen szükségem van. És Scantonnak is, ugybár? Igen, így van, főnök. Maga űrhajós, Scott, és tervező. Maga minden tud, ami a jövő űrhajóit illeti, legalábbis egy bizonyos időhatárig. Addig, ameddig nekem éppen elég. Érti már? Nagyjából, mondta Scott. Nézze, fiam. Zsvandenberg leült kattal szemben. Beszéljünk egészen nyíltan és őszintén. Nem vagyok már fiatal ember. Mindent megkaptam az élettől, amit akartam, csak éppen a nagy felfedezés hiányzik valami, ami ércnél is maradandóbb. Ugye érti, mire gondolok? Azt hiszem, igen, felelt ez Katt. Életem egyetlen vágya, hogy én alkothassam meg a használható, működőképes antianyagmotort. Ha ez megtörténik, akár be is fekszem a koporsómba. Ugyan már főnök, morogtam mézes mázosan Scranton. Nem, nem, kedves Scranton, intett a pipájával Vandenberg. Úgy van, ahogy mondom. Ha megalkottam a motort, véget vetek az egésznek. Hogy ne maradjon utána más, esetleg valami sikertelen vacak, csak egy valami, az én emlékművem, az antianyag motor. És ehhez kellek én, bólintott Scott. Igen, ehhez kell ön, nézze csak, kedves fiam, Tisztában vagyok vele, hogy maga rengeteget tud, ismeri, látja a jövőt. De azzal is tisztában vagyok, hogy az antianyagmotort nem ön találta fel. Na már most. Ön csak ismeri, de nem úgy, mint egy feltaláló. Én is ismerem a helikoptert vagy a videótelefont. Használom is őket, de fizikus létemre alig tudnék egy újat csinálni. Érti, mire gondolok, fiam? Azt hiszem, igen, Bármennyire is tisztában lehet az antianyagmotorral, alig hiszem, hogy össze tudna hozni egyet. Valószínűleg igaza van, professzor, bár őszintén szólva, Vandenberg türelmetlenül intett. Ez csak bizza rám. Nekem nagyobb a gyakorlatom, pontosan ismerem a maga tudásáckat. Ön tisztában van egy-két elvvel, amiről nekem még fogalmam sincs. Magának viszont nincsen gyakorlati tudása. Így aztán mindketten szárnyaszeget madarak vagyunk a másik nélkül. Ez szépen mondta a főnök, hízelgett Scranton. Vandenberg azonban meg sem hallotta. Ezért magát el kellett rabolnunk, kedves Kat. Előbb-utóbb úgy is kiszivárgott volna minden, ami magával történt. Akkor aztán, ha tetszett volna magának, hanem, nem, ugyancsak elrabolták volna, ha nem is épp úgy, mint Scranton, és én tettük. Elrabolták volna magas állami szinten. Ne higgye, hogy hagyták volna őrizni a titkait és évek múltán valami ostoba hülye előjött volna a nagy felfedezéssel. Valaki, akinek maga csak úgy az ölébe potyant, és felfedezte volna előlem, ami nekem jár. És ezt én mindenképpen, hát szóval meg akartam akadályozni. Kezdem érteni, Bólintot szinte elismerően szkadt. Ha ön is úgy akarja, együtt dolgozhatunk. Berendezek önnek egy laboratóriumot. Bár azt hiszem, kísérleteznem inkább majd nekem kell aztán szépen hármasban megalkotjuk az antianyagmotort. Természetesen az ön neve alatt, mondta gúnyosan Scott. Természetesen mondtam már, hogy ez a felfedezés nekem jár. Scott elgondolkodott. És ha nem vállalom? Vandenberg vastag füstkarikákat eregetett a plafon felé. Nézze, kedves Scott fiam, fenyegethetném, hogy megölöm, megkínzom, és a többi, és a többi. Én azonban inkább azt szeretném, ha elgondolkozna. Szenton utána nézett az ön viselt dolgainak, szerencsére Liza nem tett lakatot a nyelvére. Önnek nem maradt egyetlen barátja sem szkat. Nem maradt. Mert ön már más, mint amikor az ő barátjuk volt annak idején, azaz mostanában. és arról is tudunk, hogy a felesége is elhagyja önt. Nincs magának senki kotűr hajós. Gondolja meg, micsoda jövő várhat magára odakin? A legjobb esetben is az a kényszermunka, amiről az előbb beszéltem. Legjobb esetben is, és ezt hangsúlyozom. És ö, rosszabb esetben az őrültek háza, mondta lakonikus rövidséggel Vandenberg. És mit nyerek vele, ha önnek dolgozom? kérdezte, valóban kíváncsi Scott. Erre Vandenberg kivette szájából a pipát. Megígérek önnek valamit. És én az ígéreteimet megszaktam tartani. Ha megalkottuk a motort és a hozzávaló űrhajót, nem halok meg addig, amíg magát fel nem küldöm vele. Akkor már világhírű tudós leszek, és lesz annyi hatalmam, hogy felküldjem az űrhajóval. Hová? Szakította félbe elszorult torokkal A fekete négyzetbe, a maga Matthias barátja pacniába. Érti már, Scott? Felajánlom önnek, hogy még egy kísérletet tegyen a fekete négyzettel, és akkor hát ha... Hát, ha sikerül, amire vágyik, hogy a kapun át bejusson, abba a másik világegyetembe. Vállalja, Az űrhajós úgy érezte, mintha gyengéden ringana alatta a padló, mintha óriási szállítószallag, vagy mozgó lépcső dajkálná a szobát. Szinte távolról, messzi köd mögül hallott a saját kis hangját. Vállalom? Hogy ne vállalnám, Vandenberg professzor? Délután már lázas munka folyt a föld alatti laboratóriumban, Scott minden erejét megfeszítve próbált visszaemlékezni mindarra, amit az antianyaggal és az antianyagmotorral kapcsolatban valaha is tudott. Vandenberg feszülten figyelte Scott szava, és néha-néha belefirkantott valamit ölébeteti jegyzet füzetébe, inkább csak emlékeztetőül. Ahogy tellett az idő, Scott maga is meglepődött, hogy mennyi minden a fejében maradt. Világosan felvázolta a tudósnak az antianyagmotor működési elvét, sőt, még a biztonsági berendezések használatát sem felejtette el, pedig ki tudná megmondani végül is, mennyi idő telt el azóta, ha egyáltalán eltelt valami is. Scranton többnyire az ablaknál áldogált, jobban mondva az ablak alatt arcát a beszűrődő fényben fürdette. Akármiről is beszélsz, Kat, a fiatal kutató arca mozdulatlan maradt, az űrhajós azonban megmert volna esküdni, hogy Scranton egyetlen szavát sem szalasztja el. Körülbelül egy hét múlhatott el ebben a feszült állapotban, amikor az egyik délutánon szkat úgy érezte, hogy nincs tovább. Semmi újat nem tud már mondani Vandenbergnek. A tudós is elégedetten csukta be jegyzett füzetét, megveregette Scott vállát, majd elmondta: Nagyon meg vagyok magával elégedve, barátom, őszintén mondom, hogy nagyon elégedett vagyok. Úgy érti, hogy valóban sikerülni fog? Vandenberg összedörzsölte a kezét. Semmi kétség, kedves barátom, semmi kétség. Az elvek teljesen világosak, a gyakorlati kivitelezés pedig már gyerekjáték. Ezt már Scranton is játszva megcsinálja. Igaz ez, Scranton? Természetesen, főnök. Na látja, Scott, minden a legnagyobb rendben van, és bízzon bennem, kérem. Nem szoktam megfeletkezni az embereimről. Minden körülmények között betartom a játékszabályokat. Scottnak úgy tűnt, mintha Scranton arcán leheletnyi gúnyos mosoly futott volna át. Enyhe rossz érzés támad benne, de Vandenberg lágy szavai visszaadták a nyugalmát. Nem. Nem valószínű, hogy Vandenberg meg akarná ölni, hiszen mi a biztosíték rá, hogy valóban az igazságot mondta el neki a motorral kapcsolatosan. Vandenberg rövid ideig tűnődött, majd Scotthoz fordult. Ami az ön további sorsát illeti kedvesem, gondolkodhat a dolgon. Ha hagyja haza is mehet. Ha bár nem tudom, elkívánkozik-e innen. Minden esetre szabad, mint a madár. Természetesen továbbra is legközvetlenebb munkatársaim közé tartozik, és gyakran szükségem is lesz majd magára. Mi a véleménye, Scranton? Ami önnek főnök. Akkor hát, nekem ma este el kell tűnnöm néhány napra, nem lesz túl egyszerű a kísérletezéshez szükséges alkatrészeket beszereznem. Egy lézermérlek például nagyjából annyiba kerül, mint egy három emeletes ház. És legalább olyan nehéz hozzájutni, mint a legújabb típusú neutronbombához de azért én megszerzem, bizonyisten, csak hát idő kell hozzá és összeköttetés. Ön kedveszkod, maradjon csak itt, ha akar. Skrenton majd ellátja mindennel, olvasson vagy nézzen televíziót. Ha viszont hazamenne, fogadja meg a tanácsomat. Ne törje a fejét komplikált magyarázaton, hogy hol töltötte az elmúlt hetet. Mondjon egyszerűen csak annyit, hogy nem emlékszik semmire hiszen nagyjából mindenki meg van győződve róla, hogy maga kedvesem, hm, szóval elborult agyú, őrült. Majd azt hiszik, hogy össze-vissza kóborolt valamerre, és biztosan elhiszik első szóra mindazt, amit mondani fog. Köszönöm a tanácsot, mondta Savanyú Scott, alig, ha nem mindenképpen itt maradok majd éjszakára. Ahogyan gondolja, kedvesem, úgy lesz jó, mormogta kezeit dörzsögetve Vandenberg, és Scott biztos volt benne, hogy a tudós lélekben már messzire jár a föld alatti szobától, és a lézermérleg megszerzésének módján töri fejét. Csak jóval később jött rá, hogy óriási tévedett. Amikor a hajnal első sugarai beszöktek a tetőablakon, Scott kínzó szomjúságot érzett. Neki készülődött, hogy a víz csaphoz botorkáljon, amikor valami visszarántotta az ágyra. Glenn Scott, első osztályú űrhajósnak az az érzése támad, hogy álmodik. Mintha futni akart volna álmában, vagy egyszerűen csak felemelkedni, a végtagjai azonban nem engedelmeskedtek gazdájuknak, s ő, ólomsúlyú ezekkel lábakkal ott feküdt az ágyon, miközben szakadt róla az izzadság. Hamarosan meggyőződhetett azonban róla, hogy amit érez, legkevésbé sem álom, hanem tiszta valóság. Kezei két csuklóján elfogva az ágyhoz voltak bilincselve, s a derek a is lekötötték valamivel hunyorogva futtatta végig pillantását a szobán, s hamarosan fel is fedezte Scrantont, amint szokása szerint az ablak alatt áll behunyt szemmel, s arcát a hajnali, lila színű sugarakban fürdette. Néhányszor feldobta magát a levegőbe, hát ha engednek a bilincsek, ezzel azonban mindössze annyit ért el, hogy a recés bilincs vasak felsebezték a bőrét. Mi a fene ez, Krenton? kérdezte dühösen és kifulladva szkatt. Ez hát az a híres Vandenberg féle sportszerűség? Scranton futólag elmosolyodott. Tévedt, Scott, bár szívem szerint boldogan fognám a dolgot Vandenbergre. Kénytelen vagyok bevallani, hogy ehhez az öregnek semmi köze. Ez a mi kettőnk dolga. Scott kerekre nyitotta a szemét. A mi kettőnk dolga? Milyen dolgom lehet nekem magával, Scranton? Amit tudtam, mindent elmondtam, maga is hallotta. Azt hiszi, hogy elhallgattam valamit Vandenberg előtt. Scranton megrázta a fejét. Nem hiszem, de őszintén szólva nem is érdekel. Scott most már nem értett semmit, visszahanyatlott az ágyra, és megcsóválta a fejét. Akkor viszont fogalmam sincs, hogy mit akar tőlem. Ismertük mi már egymást korábban is? Scranton még, ha meg se hallotta volna a kérdést. Szükségem van magára, Scott. Talán még jobban, mint Vandenbergnek. Nézze, Scranton, mondta Scott türelmesen. Maga is jól tudja, hogy mindent elmondtam neki. Nem hallgattam el egy morzsányit sem. Gondolja, hogy maga konkurálni tudna vele? Hát nem hallotta, hogy milyen nehéz beszerezni a műszereket? Azt képzeli, hogy megépítheti a motort Vandenberg előtt. Scranton ingerült mozdulatot tett. Teszek a motorjára is, Vandenbergre is. Ostoba, felfújt pióca. Adja a nagy tudós, közben meg üres, mint a lupalon. A saját piszkát megenné csak, hogy bekerüljön az újságokba, hogy idézzék a műveit, és hogy a nyakába akasszanak valami kitüntetést. Ha az ostoba hiúságnak szobrot állítanának, Biztosan Vandenbergről mintáznák. Erre mérget vehet. Na, és ön? Önnek is hullanak morzsák. Ugyan már Scott, ne legyen gyerek. A maga emlékezése és ötletei nyomán, vagy mit tudom én, hogy is nevezzem őket, Vandenberg felfedezi az antianyagmotort, töménytelen pénzt keres vele, és a zakója elejét lelagatják majd kitüntetésekkel. Ön felszáll és megkeresheti a fekete pacniát, de én? Én mit nyerek az egészen? Valahol a Vandenberget méltató cikkek és beszédek végén lesz egy olyan sor, amelyben előfordul az a kifejezés, hogy és munkatársai. Hát ez leszek én, Scott. Ez lesz az én bérem. Az és munkatársai. Azt hiszem, eltúlozza a dolgot egy kicsinkét, Scranton. Túlozni szó sincs róla, maga nem ismeri Vandenberget. Ahová egyszerű betette a lábát, ott mások nem rúgnak labdába. És tőlem mit akar? Nem látom világosan, hogy mi a célja ezzel az egésszel? Mit tehetnék én önért? Vandenberg ellenében. Scranton ellépett az ablak alól, odahúzott egy széket, Scott ágya mellé, ráült és komor arccal beszélni kezdett. Nézze csak len! Valamikor azt hittem, hogy nagy tudós leszek, üstökös a tudományegén. És bár még mindig tehetségesnek tartanak, az üstökös fényelassan halványulni kezd. Egyre fiatalabbak jönnek, akik ugyanolyan tehetségesek, mint én voltam néhány évvel ezelőtt. És az én nagy-nagy felfedezésem csak nem akar megszületni. Nem mondom, a nevem jól cseng szakmai körökben, de több semmi. Talán van ember az hogy rám telepedett, és csak is olyan feladatokat osztott rám, amikből nem lehet semmi látványosat kihozni. Az is lehet persze, hogy félreismertek, és én is félreismertem magamat. Nem is vagyok olyan fene nagyon tehetséges, így aztán csak éldegélek Vandenberg árnyékában, és a nagy felfedezéssel együtt a nagy pénz is elmarad. Pedig én gazdag akartam lenni, és az is akarok, Scott, nekem pénzre, nagyon sok pénzre van szükségem, s ha ezt megszereztem, köpök én Vandenbergre és az egész kutatóintézetre. Köpök a tudományra is. Scott értetlenül bámulta a keserű szavakat fröcskölő Azt akarja, hogy én segítsen pénzhez. Természetesen. Nézze, Scranton, bár egyáltalán nem tetszik nekem a maga képe, mégis megtenném, ha tudnám, hogy hogyan. De mondja csak meg az Isten szerelmére, hogyan tegyem magát gazdaggá. Még ha le is szedi rólam a bilincseket. Megy az anélkül is, csak egy kis közreműködésre van szükségem, Scott. Csak egy egészen aprócskára. Nem értem, nyugta Scott, és érezte, hogy a hideg veríték végigcsorog a hátán. Figyeljen ide, Scott! Lottózott maga valaha is? Hát persze, még hallgatókoromban. Később nem. Mit tudom én, lehetséges, hogy később is. Most, ahogy mondja, úgy emlékszem, később is már a kutatóintézetben. És nyert valaha? Nem, soha. Legalábbis jelentős összeget nem. Na látja, hát én nyerni akarok Scott. Még hozzá nagyon sok pénzt. A főnyereményt. Néhány milliócskát. Scott most már biztos volt benne, hogy Scranton nem normális. És mit tudok én ebben segíteni? Sokat. Figyeljen csak ide, barátocskám. Ön úgyibár bár visszajött a jövőből. Önnek minden tudnia kell, ami a múltban történt, mert önnek, Scott, a jövő hét is a múlt, nem? De bizonyára. Vasárnaponként szokták sorsolni a lottót, például jövő vasárnap is, és azokat a számokat, amiket vasárnap kihúznak, már kihúzták egyszer, legalábbis az ön számára, igaz? Tehát, ha visszaemlékezne rá, hogy a legközelebbi vasárnapon milyen számokat húztak ki, ma vagy holnap még megjátszhatnám őket. Maga megőrült, Scranton, tudja, mikor volt az a jövő vasárnap az én emlékeimben? Cirka harminc évvel ezelőtt. El tudja maga képzelni, hogy harminc év mekkora idő, csak nem hiszi, hogy vissza tudok emlékezni egy harminc évvel ezelőtt átlagos vasárnapi kihúzott lottósorsolásra. Vagy lóverseny folytatta zavartalanul Scranton. A derbi. Ha el tudnék kapni egy jól fizető hármas befutót. Lóversenyre nem szokott járni? Soha életemben nem voltam, mondta Komoranszkat. Kár, nagy kár. Akkor hát nem is tehet róla. Hogy semmi emlékképen nincs erről, a lóverseny kútba esett, na nem baj. Marad a lottó. Maga megőrült, hát nem érti, hogy képtelen lennék visszaemlékezni. Úgyan szkat, nyugodjék már meg. Megvannak rá a megfelelő módszerek. Sosem hallott még az igazság szérümról. A mi csodáról? Ez egy vegyi anyag valósággal kilúgozza az agyat, és a legkisebb emléktöredéket is kimossa belőle. Biztosan vissza tud majd emlékezni egy ritka jól fizető ötösre, ha nem is a jövő vasárnapira, mondjuk az utána következőre. Csak az a fontos, hogy valódi ötös legyen. Ha kell, néhány évig is megjátszom a számokat minden héten. Nézze, egyetlen ötösre sem tudok visszaemlékezni. Nyögtözkatt és rémülten figyelte, amint Scranton odalép az egyik kísérleti asztalkához. A fizikus felemelt a szerteszét heverő műszerek közül egy ampullát, meglehetős gyors mozdulattal letörte a végét az asztal sarkán. Aztán matatni kezdett, és idegesen járt a keze ide-oda, amíg csak nem találta meg az ampullához tartozó fecskendőt is. Gyakorlatlanul kapkodva felszívatta az ampulla tartalmát, majd gonterhelten Scottra nézett. Csak addig ne amíg a karjába szúrom tűt, mondta, mintha csak ki tudja, milyen apró szívességet kért volna az űrhajóstól. Scott összehúzta a lába, és addig tolta magát az ágy feje felé, ameddig csak a bilincsek engedték. Elhatározta, hogy amint a közelébe ér, egyetlen rugással a falhoz repíti scranton -t. A fizikus azonban egyelőre nem közeledett. Az ágy lábánál maradt az előre szegezett injekciós tűvel. Szeretném valamire figyelmeztetni, Scott, mondta, miközben apró sugárban kinyomott egy vékony folyadékcsíkot a fal felé fordított tűből. Ha békén marad olcsó megúzhatja a dolgot, de ha szívoskodik, hát akkor higgye el, én mindenre el vagyok számba. Nincs bennem egy csipetnyi könyörület sem. Na hát ebben nem is kételkedtem nyögte és le sem vette szemét Skrentonról. Ez itt egy egyszerű igazságszérum, nem okoz maradandó szellemi károsodást, egyszerűen letapogatja a maga agyát, kiemeli a felgyülemet emlékek közül azokat, amelyek kíváncsi vagyok. Csak azokat érti, És én ígérem magának, hogy nem kérdezek semmit. Csak a számokat, Mert amit kérdezek, s amire maga válaszol, az úgy tűnik el az agyából, mintha sosem lett volna ott. De csak is az. Nem fog többé visszaemlékezni azokra a számokra, amelyeket elmondott. Gondolom, ez nem is olyan nagy veszteség az ön számára. Igaz ez, Scott? Glenn Scott legszívesebben szembekövte volna a higgadtan érvelő fizikust. Scranton továbbra is mereven tartotta az injekciós tűt. Tegyük fel azonban, hogy maga okoskodik, nem akar segíteni a jó öreg Scrantonon, mert ez is előfordulhat, úgy Mi az, hogy mondta dühöngve az űrhajós, és szinte sírva várta a pillanatot, amikor hatalmasat rúghat Scranton gyomrába. Mondjuk arra spekulál, hogy amikor maga fölé hajlok, felhúzza a lábát és gyomron töröl. Megteheti, hiszen kellő eszköz hiánya a lábait, nem tudtam az ágyhoz erősíteni. Csak hogy van itt egy kis probléma, Szkatt. Aztán várakozóan az űrhajósra nézett, talán azt várta, hogy megszólaljon. Scott azonban hallgatott, mint a csuka. Említettem már magának, hogy ez egy viszonylag ártalmatlan szérum. Csak azt törli ki az agyából, amire rákérdezek, sajnos van egy bibie. Mégpedig az, hogy magának is akarnia kell a válaszadást. Csak akkor hatásos, ha maga is aktívan közreműködik. Ha azzal a szándékkal alszik el, hogy nem fog szólni egy szót sem, a szérum hatástalan marad. Már pedig arra mérget vehet, hogy azzal a szándékkal fogok elaludni, mondta dühösen Scott, ha előtte agyon nem rúglak tette hozzá gondolatban. Skenton nagyot sóhajtott, és a kísérleti asztalka felé intett. Ez esetben a második számú szérumot kell beadnom, meg se kérdező hogy mi a hatása. Scott csak nézett a fizikusra gyilkos szemekkel. Ez a második számú szérum az első, sokszorosan koncentrált változata. Folytatta a Krenton zavartalanul. És ehhez már nem kell az ön hozzájárulása vagy együttműködése, érti? Fogok egy gumikalapácsot, és fejbe verem vele. Aztán még ájultan fekszik, beadom az injekciót. Te szemét ocsmány, patkány, köpött Scranton felé Scott. Scranton, mintha meg sem hallotta volna Scott átkozódását, csak sajnos, amit mondottam, a kettes számú szérum, koncentrált dózis. Úgy fogja tőle köpni a lottószámokat, mint a sic. Csak hogy ez a szérum nem csak azt mossa ki az agyából, amit tudni akarok, hanem mindent. Érti? Mindent és örökre. Scott dermedtem figyelt. Hogyan? Ahogy mondom, fejbe verem egy kalapáccsal, beadom a szérumot, és megvárom, amíg maga kiköpi a számokat. Aztán búcsút mondok a kapuférfának, és eltűnök innen. Maga pedig, mikor felébred, arra sem emlékszik, hogy kicsoda, és ki volt valaha is. Élő halott lesz magából szkatt, és az emlékképek nem térnek vissza soha többé. Nem, nyögte rémülten Scott. Nem? Miért nem? Hiszen maga választja ezt a megoldást, vagy talán tévednék? Ide figyeljen, Scranton mondta Scott, és amennyire csak tudott, felemelkedett az ágyon. Hiszek magának, hogy az Isten verje meg. Kénytelen vagyok hinni. Maga képes rá, is, még idiótát csinál belőlem. Scranton szó nélkül bólintott, és mi a biztosíték rá, hogyha együtt működök magával, nem csap be? Hogy nem ezt a második szérumot ereszti belém, akkor is mi? Vesszek meg, ha hinni lehet az ilyen csirkefogóknak, mint amilyen magas krenton. A fizikus eleresztette a füle mellett a vaskos sértegetéseket. Nézze, Kat, magyarázta nyugodtan, próbálja követni a gondolatmenetemet. Nekem maga nem ellenségem, abszolút indiferens lény. Én pedig nem vagyok szadista vagy született bűnöző. Nekem csak pénz kell, semmi más. Különben nincsen szándékomban ölni, vagy valakit egész életre nyomorékká tenni. Ha hiszi, ha nem, undorodom az erőszaktól, csak hogy a virág erőszakra épül. Scott, éppen maga ne tudná ezt? Rövid szünetet tartott, és elgondolkodva forgatta kezében a pravaszt. Sokkal kényelmesebb lenne számomra, ha maga az első megoldást választaná, verekedés és brutális erőszak nélkül beadnám az injekciót, és maga úgy ébredne, mint ahogy elaludt. Hiszen most sem tudja a számokat, és akkor sem tudná. Csak hogy én tudnám, senki más. De ha a második megoldásra kényszerít, nos, ezt is megteszem. Scott igyekezett félelmet kelteni a láthatóan habozó fizikusban. Aztán mit csinál velem, Scranton? Éppen maga mondta, hogy élő halott leszek. Azt hiszi, nem jönnek rá maga kisded játékaira. Például a barátom, Herman. Ezzel is számoltam, Scott. Maga már egy hete felszívódott, ha holnap vagy holnap után előkerül, nos, mindenki azt hiszi majd, hogy beteljesedett a végzete hiszen már most sem tartják normálisnak. Megfeledkezik Vandenbergről. Scranton gúnyosan elmosolyodott. Vandenberg doktor a kezemben van. Ha kinyitja a száját, én is kinyitom az enyémet. Higgyel jobban ismerem a főnököt bárkinél. Ne gondolja, hogy kockára tenni a jövendő Nobel-díját maga miatt. Lehet ugyan, hogy soha többé nem állna szóba velem, de hallgatna, mint a sír. Erre mérget Scott kinyújtotta a karját. Nyert, Scranton, jöhet nyugodtan, nem rugok a gyomrába. Bár Isten az atyám szívesen megtenném. A fizikus fölényesen elmosolyodott, és egészen közel lépett Scotthoz. Megfogta az űrhajós kezét, és kifeszítette a karját. Aztán, amikor szemébe tűnt a könnyök hajlat lüktető verőere, leeresztette a másik kezét, hogy a tűvel keresztül szúrja az érfalát. Ebben a pillanatban furcsa zaj ütötte meg Scott fülét, mintha egér rákcsát volna valahol a fal mellé támasztott műszerek között. A szokatlan zajra Scranton is felkapta a fejét, Kezében megmerevedett a fecskendő. A mérőasztalkáról lassan felemelkedett egy apró papír papírdarab, s hangtalan szárnyalással felröppent a levegőbe. Scott villám gyorsan mozdulattal összehúzta magát, és olyan erővel, ahogy csak tudta, gyomra rúgta a fizikust. Scranton fájdalmasan kiáltott, és neki tántorodott az ágy melletti falnak. Kémcsövek roppantak össze hangos recsegéssel a talpa alatt, ahogy támaszt keresett a könyvállványnál. Scott minden erejét megfeszítve feldobta magát a levegőbe és a bejárati ajtó felé fordult. Jól tudta ugyanis, hogy a papír darabka repülését húzat okozta, amely a mennyezeti ablak és a halkan kinyíló bejárati ajtó között megmozgatta a könnyű tárgyakat. És az űrhajós, mint már annyiszor, most sem tévedett. Az ajtóban Vandenberg állt, ajkán gúnyos mosolyjal, kezében pisztolyjal. Könnyedén neki támaszkodott az ajtófilfának, és megcsóválta a fejét. Eny, eny, Scranton, Alig húzom ki a lábam, maga már is önállósítja magát. Honnan a csodából? nyögte fájdalmas arccal a fizikus, hiszen azt mondta, hogy a lézer mérleg. Nagy marha maga, Krenton fia, mondta elégedetten Vandenberg, és vele égromlott csirkefogó. Azt mondta úgy esmer, mint a tenyerét. Nem inkább fordítva van, drága fia, nem inkább fordítva? Azt hiszi, hogy egy pillanatra is egyedül hagytam volna magát Scottal. Minden lépését, minden mozdulatát láttam egy rejtett kamerával. Maga, maga, áruló. Vandenberg komikus mozdulattal a szíve elé kapta a kezét. Én áruló? De miért, édes miért? Mert be akarom tartani a szavam. Scott megtette, amit ígért, és én is megtartom, amit ígértem. És különben is fütyülök a maga ötös találatára. Miért hagyott egyedül Scottal? kérdezte a fizikus mogorván. Vandenberg megdörzsölte az órát a pisztoly csövével. Mert szerettem volna igazolva látni a sejtéseimet, Scranton, és még valami. Felvettem videóra minden szavát, maga a kezemben van édesfiam, egyetlen megingás, és magának vége. Ezért mentem én el a lézermérlegért, amelyre nincs is szükségünk, amit különben illet volna tudni a fiacskám. Skrenton lassan kezdte összeszedni magát, rendben van, főnök mondta, és lassan eltolta magát a faltól. Rendben van, győzött, csak azt mondja meg, hogy miért van szüksége rám. Miért nem hagyta, hogy én is megcsináljam a magambuliját? Örökre kiléptem volna az életéből. Vandenberg Scrantonra mutatott a pisztolycsövével. Először is kedves Skrenton, maga kiváló fizikus, kiváló és rendkívül képzett. Csak éppen minden képzelő erő hiányzik magából az isteni szikra. A tehetség az alkotáshoz való tehetség, vagy jobban mondva az ötlet. Maga tökéletesen hajtja végre az utasításokat. Magánál fegyelmezettebb fizikust még nem hordott a föld a hátán. Szükségem van magára, ha meg akarom építeni az motort. Hé! Hey! Mordult fel sértődötten Scott. Velem meg mi a csoda lesz? Úgy tárgyal itt kettem, mint két gentleman. Én meg az ágyhoz vagyok bilincselve. Még egy perc türelem, Scott. Intet van Denberg a pisztolyjal. Csak még egy percecske. Hadd fejezzem be, hol is hagytam abba? Ja, igen. Hogy miért nem engedtem megpucolni magát, Scranton? Az első okát már elmondtam. A második pedig az, hogy maga egy aljas csirkefogó, legkedvesebb tanítványom. Maga tönkre akarta tenni Scottot, szerencsére, Mindent láttam a videón. Azt hiszi, nem tudom, hogy csak egyféle szérum létezik mi. Akármilyen hülyévé teszi az embert, hallgasson. Miért hallgatnék? Mondja Scott, maga hit neki. Ha csak öt perccel később jövök, maga élő halott űrhajós barátom. Az én legkedvesebb tanítványom csúnyán átverte volna magát. De hát miért? Mert ehhez a szérumhoz is szükséges az önközreműködése. Koncentrálni kell, még mielőtt hatni kezd. És ki az a marha, aki saját jó szántából a nyaktiló alá hajtja a fejét? Maga aztán egy szemét állat sziszekte Scranton, felé Scott. Ha kiszabadulok innen, igazán nagy kedven volna hozzá, hogy összeengedjen magukat egy kis párviadarra, kíváncsi lennék, Scranton fiam, hogy az ökölhardban is megállne a helyét. Azt mondják, csak a gyáva emberek aljasok és kegyetlenek különben. Scott elfordította a fejét Scrantonról, és Vandenbergre nézett. A professzor arcán elégedettség trónult, úgy lubickolt saját fölényének és nagyságának tudatában, mint fókák a jeges tengervízben. A sugárpisztoly csöve közben a padló felé fordult, és Vandenberg minden figyelmét lekötötte, saját filozófiai fejtegetése. Glönzkat inkább megérezte, mint észrevette Scanton mozdulatát. A fizikus villám gyorsan felemelte a fecskendőt, és Vandenberg felé hajította. Éppen csak annyi ideje maradt, hogy felévölcsön. Vigyázzon, főnök, vi! Vandenberg arcáról még el sem tűnt az elégedett kifejezés, amikor lebukott a padlóra. Glenn soha nem tételezett föl ilyen gyorsaságot a kopasz kis emberkéről. Vandenberg kezében felvillant a pisztoly, és Szenton hangos kiáltással a földre umlott. Az elhajított fecskendő remegve beleállt az ajtó félfába, s az aprójuk mellett, melyet az injekciós tű éhes szája harapott, vékony patakként csörgedezni kezdett az igazság széruma. Vandenberg felemelkedett a padlóról, és remegő kézzel megtörölte a homlokát. A marhája, mondta remegő hangon, és óvatosan közelebb lépett Scranton testéhez. Az őrült marhája most aztán megnézheti magát, tette hozzá, inkább tanácstalanul, mint gyűlölettel. Scottnak egyre inkább elege lett az egészből. Mondja főnök, mi lenne, ha végre kiszabadítana? Azonnal Scott, azonnal borogta Vandenberg és Scranton teste fölé hajolt. Hát ennek bizony vége. És furcsa munkatársamnak is, most aztán kereshetek valaki mást. Mondja, Scott, nincs olyan érzése, hogy talán túllőttem a célon. Csak annyit mondhatok, hogy rendkívül rohat érzéseim vannak, főnök. Hajnal óta ide vagyok bilincselve az ágyhoz. Ezután meg lézerpárbaj zajlik a fejem fölött. Mondja már, megkérdezhetem ugyan egyszer, de most itt sem megismétlem újra. Nem óhajtana végre kiszabadítani? Van ember kezdett végleg magához térni. Dehogy nem, dehogy nem, de hol az ördömben van a kulcs? A bilincs kulcsa. Fogalmam sincs, én a maga helyében belekukkantanék Scranton zsebébe. Vandenberg legugolt Scranton fölé, és maga felé fordította a fizikust. Szegény Skrenton, tudja azért rendkívül sajnálom tehetséges fickó volt, már ami a fizikát illeti. Talán nem kellett volna kitennem a kísértésnek. Lehet, hogy én vagyok a hibás. Tovább kotorászott Scranton zsebeiben, míg végül megcsöllent kezében a bilincs kulcsa. Alig, ha nem ez az, Hát akkor nincs más hátra, kiszabadítom magát. Atya úristen, ha belegondolok, hogy megöltem a legkedvesebb tanítványomat. Abban a pillanatban ismét felemelkedett egy apró papírlap egy kísérleti asztalkáról, s lágyan suhanva megindult a tetőablak felé. Scott villám gyorsan a bejárati ajtó felé kapta fejét, és az ajtófélfának támaszkodva, közvetlenül a még ide-oda hajladozó fecskendő alatt Hartman pillantotta meg, amit óvatosan előre tartotta a pisztolyát. Vandenberg semmit nem vett észre az egészből, mutató ujjára akasztotta a kulcsokat, és szomorúan megpörgette, mint unott, űrtaxi vezetők szokták, ha utasnak híre se hamva. Tudtam, hogy aljas disznó, de arra azért soha nem gondoltam volna, hogy megöljem kár érte. Nagyon nagy kár. Ebben a pillanatban csattant Hartmann hangja. Fel a kezekkel Vandenberg, dobja el a pisztolyt, különben megölöm. A fizikus rémülten fordult az ajtó felé. Arca hamus szürkévé változott, amikor meglátta Hartmann. -t. Tétová mozdulatot tett, mintha fel akarná emelni a pisztolyt. Ne mozduljon, professzor, dőrend ismét az őrmester hangja, nem viccelek. Dobj el azonnal a fegyvert különben. Lelki ismert furdalás nélkül a más világra küldöm. Vandenberg felemelte a pisztolyt, és széles mozdulattal Hartman felé hajította. Eszem ágában sincs magára lőni, különben megtudhatnám, kihez van szerencsém, úgy egyébként. Hartman őrmester vagyok, és egészen véletlenül Scranton fizikust is ismerem, azon kívül önt is, még ha nem is emlékszik rám. Jól vagy, Glenn? Jól, hát, a csodába is, mondta Scott. Nem engednél végre szabadon? Magánál van a kulcs, Vandenberg. A professzor szó nélkül magasra tartotta mutatóját, és megpörgette a kulcscsomót. Oké, okay. akkor engedje szabadon. Vandenberg Scotthoz lépett, föléje hajolt, és rövid matatás után meg is találta a kulcsjukat. Halk hallatszott, és Scott kezéről lehultak a bilincsek. Aztán még néhány másodperc is a derekára erősített vékony lánctól is megszabadult. Az űrhajós nagyot nyögve felült az ágyon, és dörzsölgetni kezdte felhorzsolt csuklóit. Hartmann mereven előre tartotta a sugárpisztolyt, és a világ minden kincseiért sem mozdult volna el az ajtóból. Menjen csak a sarokba, professzor, dörrend ismét a hangja. Vedd fel a bilincseket, Scott, tedd rá a kezére, és kattintsd össze. Glen azonban nem engedelmeskedett Hartmann őrmester parancsának, szeme sarkából látta ugyan, hogy Vandenberg a sarokba ballag, de meg sem mozdult, hogy utána menjen. Nem hallott, Scott, türelmetlenkedett Hartmann. Kattintsd rá a bilincseket. Scott végre Hartman felé fordította az arcát. Minek? Hartman szeme kikerekedett a csodálkozástól. Hogy hogy minek? Először is, mert emberrabló. Másodszor is gyilkos. Van fogalmad, hogy mit nyomoztam utánad? Scott, mintha nem is hallotta volna az utolsó mondatot. Vandenberg önvédelemből cselekedett, mondta nyugodtan. Erre tanú vagyok. Scranton megtámadta, a professzor csak védekezett. Nincs itt semmiféle gyilkosság. Csak gyilkossági kísérlet. Nekem az is elég. Csak hogy Scranton akart kinyírni engem? Ott a fejed mellett azzal a fecskendővel. Ha Vandenberg nem lép közbe, talán már a más világon vagyok, vagy ha nem is, minden esetre örökre elvesztettem volna magamat e világ számára. Hogyan? Vagy később elmondom Hartman. Minden esetre Vandenberg nem követett el sem gyilkosságot, sem mást. Ismétlem, tanúsíthatom. Hartman gyanakodva méregette Scottot. – Biztos, hogy nem adtak ezek neked valami injekciót? Mi? De végül is Vandenberg mégiscsak erre volt, nem? Nem. Na ne bolondoz, Glenn. Tanuk vannak rá, hogy Scranton az arcodba fújt valamit az utcán, és magával hurcolt. Nyilvánvalóan Vandenberg parancsára. Ugyan Hartman. Mondta Scott, és felemelkedett az ágyról. Scrantonnal valóban volt egy kis nézeteltérésem, de ide önként jöttem. Hiszen Vandenberg professzor munkatársa vagyok, itt dolgozom a föld alatti laborban már vagy tíz napja. És miért nem jelentkeztél közben? Miért nem szóltál Verának? A fél város téged keres. Scott keserűen elmosolyodott. Minek szóltam volna, kedves Hartmann őrmester? Vera nyilván elmondott mindent. Nincs nekem már se feleségem, se barátom. Ugyan már, Scott, hiszen csak semmi szentimentalizmus, Hartman. Ez az igazság. És mióta kell egy felnőtt embernek bejelentenie, ha fontos kísérlet miatt éjjel-nappal a munkahelyén tartózkodik. De hiszen ott sem tudtak rólad. Miért nem kérdeztek engem, mondta Vandenberg a sarokból, hiszen én vagyok a főnöke. Magáról sem tudtak semmit, mondta dühösen Hartmann. Vandenberg felhúzta vállát. Ja kérem, ez a szakmával jár. Egy cipész minden délután lehúzza a rolót, és Hartmann fenyegetően felemelte a pisztolyát. Azért ezt nem ússza meg olyan könnyen Vandenberg. Szerencsére nincsenek tanúk, nyugodtan keresztül lőhetem, és én leszek a nagyfiú a rendőrségen. Nem mozduljon, bevallja vagy nem, nekem egyre megy. Én minden esetre elfogatom Glenskot űrhajós elrablóját. A parancs úgy szólt, hogy elevenen vagy holtan. Cinikusan felnevetett, hát tehetek én róla, hogy csak holtan sikerült? Hartmann minden figyelmét lekötötte a sarokban álló és egyre komorabb arccal hallgató Vandenberg, így aztán észre sem vette, hogy Scott óvatosan a kezébe kaparintja a professzor eldobott pisztolyát. Azt hiszi, nem tudom, mire megy itt a játék Vandenberg, akárhogy is, de maguk elkapták Scottot, hogy egy huncut pillantást vessenek a jövőbe. Azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, hogy a Nobel-díj körül foroghat itt sok minden. Csak hogy én beleköpök a lebesébe, professzorkám, ha valaki fejem mászik Scott barátunk hátán, nem tudom, hogy miért ne én lennék az. Nézzen csak körül. Ennél világosabb ügyet még az atya úristen sem pipált. Két hulla bilincsek a fogoly Scott és Hartman őrmester a megszabadító. Na, hogy tetszik az ötletem, Vandenberg professzor? Dögölj meg, mondta nyugodtan Vandenberg. Rövid búcsú beszéd Hartman, és a professzorra célzott a pisztolyjal. Vandenberg felemelte a kezét, és gúnyos hangon mondta. És Scott? Azt hiszi, ő majd maga mellé áll? Hartman felnevetett. Scott? Glenn barátunk komplet őrült. És kivenni figyelembe egy őrült vallomását jobb lenne, ha... Az űrhajósnak végre sikerült kibiztosítani az esés közben bezáródott revolvert, akkor aztán akkorát ordított, hogy szinte beleremektek a laboratórium falai. Fel a kezekkel, Hartman! Azonnal dobd el a pisztolyt! Hartman arcát előtötte valami mérhetetlen meglepetés. Eszedem vagy, Glenn? Nem számolsz a következményekkel, ha... Miféle következményekkel? Hiszen magad mondtad, hogy őrült vagyok, nem? Egy őrültet pedig meg sem lehet büntetni. Lepuffantalak, mint egy nyulat. Hartmann homlokát elöntötte a veríték. Menjen oda hozzá, professzor, és vegyél tőle a pisztolyt, intett az űrhajós Vandenberg felé. Megvárta, amíg a főnök kiveszi Hartmann kezéből a fegyvert, akkor aztán az övét is a professzor markába nyomta. Tegyél el ezt is, professzor. Nem hiszem, hogy egyhamar szükségünk lenne rá. Nem lesz semmiféle letartóztatás, igaz -e, Hartmann? Az őrmester letörölte az a homlokáról. Hát akkor talán mehetünk is. Isten vele, professzor! Ha szüksége lenne rám, megtalál. Ha tanúskodni kell, akkor is. Vandenberg mosolyogva intett a sarokból. Isten vele, És köszönöm. Nincs mit. Mehetünk, Hartmann? Már a rendőrségi kocsiban ültek, amikor Hartmann visszanyerte a szavát az Istenedet, Glenn, miért csináltad ezt velem? Azt hiszed, hintába tehetsz? Azt hiszed, megeszem, hogy saját jó szántatból másztál le a föld alatti laboratóriumba? Tapasztalt hekus vagyok én, Scott. Nem eszem meg az ilyen maszlagot. Kénytelen vagy vele, Hartman, ha kell, kiállok Vandenberg mellett. De miért? És miért nem én mellettem? Scott elmosolyodott. Mert egyformán aljasok vagytok, Hartman. Csak a saját karrieretek érdekel. Na és? Vandenberget talán nem, de igen, csak hogy amit ő csinál, abból legalább valami haszna lesz az emberiségnek. Ha holnap feltalálja az antianyagmotort, ó, tehát erről van szó. Nem mindegy, Hartman. Abból viszont mi haszna lenne bárkinek, ha belőled Hartman főfelügyelőt csinálnék, és egyáltalán. Kezd már elegem lenni belőle, hogy mindenki az én hátamon akar feljutni valahová. Hát én ebből kiszállok. Van ember megcsinálja a motort, és én akkor... Hartman szánakozva csóválta a fejét. Te tényleg őrült vagy, Glenn. Azt hiszed, hogy a társadalom kienged a karmai közül. Ugyan már, Glenn. Az űrhajós fáradtan hátradőlt az ülésen. Akkor majd kényszerítem rá. A társadalmat is lehet kényszeríteni. Hartman élesen felnevetett. Te? Te kényszeríted a társadalmat? Glenn Scott az űrhajós. Scott egyszerre elvesztette uralmát az idegei felett. Az elmúlt hét kemény munkája és az utolsó éjszaka alaposan kikészítették. Megragadta az ajtókilincset, és Hartmanra ordított. Állítsd meg a kocsit, kiszállok, elegem van mindörökre belőletek. Hartman nyugodtan hátradőlt, és cigarettára gyújtott. Nem szállsz ki, Glenn. te már nem szállhatsz ki ebből soha többé. Az űrhajós minden erejével feszegetni kezdte a kilincset. A vezető a zaj hallatára hátrafordult, és kérdő pillantást vetett hartmarra. Az őrmester nyugodtan viszonozta a pillantását, mire a másik, mintha mi sem történt volna, tovább vezette a kocsit. A minden itt, Hartman. Hát nem érted, hogy ki akarok szállni? Engedj, mert... Ezzel Scott elkapta Hartman könyökét és megcsavarta. Az őrmester gyakorlott mozdulattal bújt ki fogásából, és az űrhajós érezte, hogy a revolver csöve nyomódik az oldalába. Ne gyerekeskedj, Glenn! Hallotta Hartman nyugodt hangját. Még ha megsajnálalak, sem engednélek el. Azt hiszem, rájöttél már, hogy parancsot teljesítek, és ha ostobaságot követsz el, kénytelen leszek fegyvert használni. Glenn Scott megmerevedett. Parancsot? Kinek a parancsát? Közvetve az elnökért, Glenn. Scott feladta minden ellenállását. Az elnökét? Na és mit akar tőlem az elnök? Hamarosan megtudod, addig is maradj nyugodtan, akár hiszed, akár nem, még mindig a barátodnak tartom magam. Glenn Scott akaratlanul is felnevetett. A barátomnak? Hát, man komolyan bólintott. Annak. Csak te beteg vagy, Glenn, és nekem kötelességem, hogy segítsek meggyógyulnod és segíteni is fogok, még akkor is, ha te megtagadtad tőlem a segítségedet. Bár végül is nem sok értelme volt len, így is úgy is főfelügyelő leszek, méghozzá a te közreműködéseddel. Először egy vastag örös szőnyeggel borított előszobába vezették őket, a falak mentén óriási hordókban, furcsa levelű pálmák és délszaki növények díszelektek. A szőke hajú titkárnő unottan bámult a kapcsolókkal és gombokkal teli telefonkészülékre. A sarokban terpeszkedő biztonsági tiszta körmét rágta, és időnként a szőnyegre köpött, megrágott darabokat. Hartman és Scott az ablak alatti bőrdíványon ültek szorosan egymás mellett, mint két jó barát. A sugárpisztoly már rég eltűnt Hartman kezéből, ujjai között sejem zsebkendőt morzsolgatott, amelyel időnként megtörölte izzadt tenyerét. Abban a pillanatban, amikor felcsengett a készülék, s a képernyőn feltűnt egy vastag, fekete keretes szemüveg mögé rejtett férfi arc, Odakint megerett az eső, sűrű, hatalmas cseppek kezdték ostromolni az ablaküveget, és mintha csak parancsszóra történt volna, a hangos zümmögéssel megindult egy falba rejtett ventilátor. A szemüveges arc kifejezéstelenül bámult a levegőbe, aztán résnyire szétnyílt a szája, és halkan dünnyögte. Kéretem az urakat. Hartmann kérdő tekintettel a biztonsági tisztre nézett, aki gyorsan kiköpte az utolsó köröm darabot is a szájából, és felpattant a Igen Igenis, uram, mondta a szőke titkárnő, és feszült figyelem látszott az artán. Ahogy óhajtja, hogy a készülék azonban újra kattant, a férfi art eltűnt a képernyőről. A biztonsági tiszt megfogta Scott karját. Gyerünk! És maga is! Mindhárman a hatalmas cirádákkal díszített ajtó felé lépkedtek, mely mögött maga az elnök várt rájuk. Az elnök legfőbb hatalom az égen és földön. A biztonsági tiszt nem kopogtatott, nyilván ez is a szabályzathoz tartozott, hanem óvatos mozdulattal és előírásos lassúsággal kitárta az ajtót. A titkárnő lesütötte a szemét, és tüntetően az asztallapjára nézett. A tiszt átlépte a küszöböt, és összeütötte a bokáját. Elnök úr, jelentem, hogy Hartman őrmester és Glenszka tűrhajós megérkeztek. Az aprócska szoba ajtó felői részét hatalmas, éjfekete íróasztal foglalta el. Úgy uralkodott a szobán és a belépőkön, mint monumentális hegytömb az alpesi legelők felett. Glenskat érezte, hogy az asztal látványától félelem kúszik fel a torkán, és valami megmagyarázhatatlan kisebbségi érzet uralkodik el rajta. Talán a középkor embere érezhette ugyanezt, amikor a padlón térdelve felemelte szemét a hatalmas gótikus bazilikák kupolájára. Tetű vagyok a hatalom előtt, súgta valami Glenskat fülébe, s hosszú másodpercekre volt szüksége, hogy magához térjen. A vastag keretes szemüvegű férfi nem állt fel, nem is nyújtotta a kezét, és nem is köszönt. Leplezetlen érdeklődéssel vizsgálgatta Scott arcát, aztán a biztonsági tiszt felé intett. Köszönöm, őrnagy, leléphet. A tiszt hangos csattanással összeütötte bokáját, és eltűnt a másik szobában. Amikor az ajtó halkan becsukódott mögötte, az elnök a szoba sarkában lévő asztalka felé intett, amely mellett három vagy négy kényelmes karosszék állt, vendégekre várva. Foglaljanak helyet, kérem! Ön ugye bár Hartmann őrmester. Igenis, uram, mondta rekettes hangon Hartmann, és nem tudta, hogy hová legyen zavarában. Az elnök megvárta, míg leülnek, akkor újra Hartmannra emelte tekintetét. Köszönöm, őrmester, hogy olyan készségesen vett rész ennek a hmm, szóval rendkívül bonyolult ügynek a felgöngyölítésében. Belkisasszony majd tájékoztatja önt a továbbiakról. Köszönöm. A viszontlátásra Hartmann őrmester. Hartman azt hitte, rosszul hal. Kérem, elnök úr, darogta és lassan vontatottan felállt, mint aki nem biztos a dolgában. Bátorkodom kijelenteni, hogy glenszkott űrhajós őr, illetve betegés, szóval az elnök összehúzta a szemöldökét. Köszönöm a felvilágosítást, Hartman őrmester. A továbbiakban forduljon bel asszonyhoz. Glenskot érezte, hogy az elnök hangjában türelmetlenség cseng. Úgy tűnt, Hartman is észrevehette, mert erődvet magán, és félénken meghajult az íróasztal felé. Viszontlátásra, elnök úr! És mivel semmiféle választ nem kapott, lehajtott fejjel elhagyta a szobát. Az elnök hátra lökte a székét, és kikászálódott az íróasztal mögül. Alacsony, pocakos, joviális kinézetű úr volt, akit elsősorban a hatalmas íróasztal mögé rejtett pódium és a fekete keretes szemüveg tett félelmetessé. Oda sétált az űrhajóshoz, aki önkéntelenül is felállt, amikor az elnök a széke mellé ért. Scott jó másfél fejjel volt magasabb nála, pedig ő maga sem számított az égi meszelők közé. Az elnök kisé felcsimpaszkodott és megveregette Scott vállát. Üljön csak le nyugodtan, űrhajós, én is ideülök ülök maga mellé. Hadd dobogjon a szívük a nyavajásoknak, tudja, s közelebb hajolt Glennhez. Kamerával figyelnek bennünket, s szemével az űrhajós felé csippentett. Glenszkat megértette, hogy a pajtáskodó cinkos hang mögött komoly fenyegetés rejtőzik. Nincsenek hát egyedül még akkor sem, ha csak ketten vannak a szobában. Valahonnan valakik mindent látnak, és az űrhajósnak legkisebb kétsége sem volt afelől, hogy nyomban közbeavatkoznának, ha valami meggondolatlanság jutna az eszébe. Jóságos Isten sóhajtott magában. Mi juthatna egyáltalán az eszembe? Az elnök elégedetten mustrálta őt végig. Szóval ön Glenscott, valahogy ilyennek is képzeltem, akin érződik az űr lehellete, a végtelen tereké a messzi csillagoké, és szemében leplezetlen irigység csillogott. Glenn Scott egyszerre igen rosszul kezdte érezni magát, megértette, hogy ez az ember az elnök iridli, amiért fenyárhatott ott, ahová ő minden hatalma ellenére soha el nem utazhat. És ez az irítség vagy kegyetlenség és gonoszszá teszi, vagy engedékenyé és nagy nagylelkűvé. Scott érezte a veszélyt annyira, talán mint még soha azóta, amióta onnan visszaérkezett. Az elnök Scott arcát vizsgálgatta. Amikor Parker lezuhant és jelentették, hogy levelet hagyott hátra, megmondom magának, őszintén el sem akartam olvasni. Tudja, hány levelet kapok én naponta? Ha felír valakit a rendőr, vagy beázik a lakás, a tollat fog és ír az elnöknek. Ha a hivatal meg az Isten nem segít, nosza, segítsen az elnök. Aztán felhívták a figyelmemet, hogy mégiscsak el kellene olvasnom, és végül is elolvastam. Tudja, mi állt abban a levélben? Igen, elnök úr, mondta nyugodtan Scott. De hát nem hazudtak. Maga valóban visszatért onnan, akarom mondani a jövőből. Igen, elnök úr. Elmondaná a saját szavaival is? Ekkor Scott nekifogott, és ki tudja hányadszor már azóta, hogy visszatért, töviről hegyire elmesélt mindent az elnöknek. A köpcös emberke figyelmesen hallgatta, egyszer sem szakította félbe. Amikor, mint egy órai mesélés után Scott befejezte mondani valóját, súlyos csend ereszkedett a szobára. Az elnök levette szemüvegét és dörzsölgetni kezdte zsebkendőjével. Hallatlanul érdekes, amit mond, szólalt meg végül is. És persze azt hiszik, hogy maga őrült mi? Scott megmondta vállát. Azt hiszem, már sokan hisznek nekem. Vandenberg, Hartmann, nem is tudom. Az elnök hátradőlt a székében. Tudja, kedves Scott, amíg a történetét hallgattam, magam is azon töprengtem, hogy ön őrült-e vagy igazat mond. És a végén kénytelen vagyok úgy dönteni, hogy nem hazudik. Csodával határos vagy tán az is, amit mesél, de kétségtelenül igaz. A bizonyítékok önmagukért beszélnek. És a jövőben csak gyűlni fognak a bizonyítékok, vagy talán tévedek? Scott megérezte, hogy nem kell válaszolnia. Ha ön őrült lenne, nem lenne magával probléma, de így? Ekkor Glenn Scott újra megrémült, valami földön túli hang azt súgta, hogy soha többé nem látja a közeledő csillagokat egy űrhajó ablakából. Nincs veszélyesebb annál, mint aki előre látja a jövőt. Talán az enyémet is ismeri, mi? Scott nem válaszolt. Az elnök felemelte a kezét. El nem mondja, ha tudja is. Az ördög sem kíváncsi rá. Nincs nagyobb csapás egy ország számára, mintha pontosan ismerik az elnök jövőjét. Nem tudom értire, mire gondolok. Nem, uram, felelte Scott őszintén. Na figyeljen csak ide, Hajós. tegyük fel, hogy Kinevezem állami jövendőmondóvá, hiszen előbb-utóbb sok minden az eszébe jut az elkövetkező harminc év történetéből. Adok magának egy komoly funkciót, mondjuk az állami életet tervező hivatal elnökéjét. És maga a jövő ismeretében tervezni kezd. Tudja, mit csinálna maga? Fogalmam sincs, elnök úr, mondta Scott. Megmondom én magának, űrhajós, maga tudná, hogy ki a hasznos a jövő számára, és ki a haszontalan, hogy milyen intézkedésekre van szükség, és milyenekre nincsen csalhatatlan intézkedéseket foganatosítanak. Mindent alárendelne a tökéletes célszerűségnek. Csak olyan kiadásokat finanszírozna, amelyek a jövő szempontjából abszolút rentábilisak. Ért engem? Scott meglehetősen bárgyú arccal nézte az elnököt. Na már most folytatta az zavartalanul, kövesse csak a gondolatmenetemet. Ön tehát csak megtérülő kiadásokat finanszírozna. Mit gondol, jó lenne ez a társadalomnak? Scott felhúzta a vállát. Biztosan jó. Jó a fenét. Ez lenne a lehető legrosszabb, amit csak el tudok képzelni. Ebben az esetben ugyanis megszűnne, vagy létre sem jönne egy csomó olyan intézmény, gyár vagy mi egyéb, amiről eleve tudjuk, hogy haszontalan. És tudja miért nem? Mert maga tisztában lenne vele, hogy ezekre semmi szükség nincs csak a pénzt viszik. A jövő pedig nélkülük is szépen kialakulna. Csak hogy, és itt a bökkenő kedves űrhajósom, mit csinálna azzal az improduktív, mi haszna embertömeggel, akik most és a jövőben is ezekben az intézményekben bújnak meg? Ha nem alkalmazná őket, csak a társadalmi feszültség növekedne. Vagy képzelje el, mi lenne, ha egyszer csak dolgozniuk kellene, még elképzelni is rossz. Ha meg az utcára tesszük őket, puskaport magunk alatt, ezért még mindig az a legjobb, ha a tehetségteleneket és az ostobákat is. Valahova elhelyezzük, hiszen joguk van az élethez. Sajna kedves kattúr, a társadalomnak a hülyéket is el kell tartania. Valaha a történelem homályos mélyén feltalálták azt a szót vagy fogalmat, hogy színek ura? Na hát. Azt hiszem, értem, amit mond, morogta elgondolkozva az űrhajós. Örülök, neki bólintott az elnök. Nincs veszélyesebb az állam számára, mint a túlzott racionalitás, azaz, a jövő pontos ismerete. Mi szerencsére nem ismerjük, csak tapogatódzunk feléje, mint a vakgyerek az iskola felé. Ebből következik, hogy ha hibázunk, senki sem kérheti rajtunk számon. Mert úgyibár csak a jövőben derül ki, minek mi volt az értelme, és minek nem volt értelme. A jövő nem ismerete pedig bocsánatossá teszi tévedéseinket, ravaszkodásainkat, és mondjuk kinyíltan bűneinket. Ha viszont ismerjük, senki nem ment fel bennünket a felelősség alól. Ezért a jövő ismerete ártalmasabb, mint az összes nukleális sugár és egyéb fegyverek. Glenscott lehajtotta a fejét. De van a dolognak egy szubjektív oldala is. Tételezzük fel, hogy ön, kedves űrhajósom, ismeri az én jövendő sorsomat. Csüt, emelte fel gyorsan az ujját. Mondtam már, hogy nem vagyok rá kíváncsi. Tegyük fel, hogy hülye vagyok, vagy zsarnok, képtelen a vezetésre. Maga ezt természetesen tudja. És mit fog csinálni? Természetesen elhíreszteli főnek fának. Erre mi történik? Az emberek megpróbálnak megszabadulni tőlem, és erre minden joguk meg is van, hiszen ha beteljesedik a jövő, csak a kárukra leszek. Forradalom lesz, lázongás, rebellió. Eltekintve attól, hogy ki a harcban, csak zűrzavar támad a mostani kérdés mentén ebben a nyugodt, békés világban. Az pedig kinek jó? Most én vagyok az elnök, akármilyen is vagyok. Vannak, akik szeretnek, vannak, akik nem. Vannak ellenségeim, és vannak talpnyalóim, már ahogy az az elnököknél szokás. Az egyensúly tehát biztosítva van, mert senki nem tudja még, hogy mi lesz belőlem. Lehetek, igaz, vérszomjas tirannus, de lehetek Jánbor Mikulás is. Ki tudja? Egyedül a jövő. Azt pedig köztudottan ki kell várni. Addig tehát csend van és nyugalom. Senki nem tehet mást, mint hogy bízik a jövőben és maga ezt a csendes bizalmat akarja elvenni tőlük, tőlünk. Nem gondoltam semmi ilyesmire, motyogta elkeseredetten Scott. Azért mondom, hogy gondolja végig, gondolja csak meg, mire ment azzal, hogy ismeri a jövőt. Gondoljon a barátaira. Vegyük például a feleségét, nem szeretném. Próbálkozott tiltakozni Scott. Az elnök azonban leintette. Egyszer beszélnünk kell mindenről, Scott. Számunkra most nem lehet tabu. Egy szóval a felesége. Maga talán soha nem vette észre, hogy a felesége egyetlen dologtól retteg igazán, az öregségtől. Attól, hogy megcsúnyul, hogy szarkalábak születnek a szeme alatt, hogy ráncokkal barázdálja arcát az idő. S, amíg maga a rajztábla fölé görnyett, vagy a tornacsarnokban forgatták a centrifugában, addig a felesége csendesen imádkozott a tükör előtt. Tudja maga Glenn, mit jelent egy nőnek az öregség. Ostobaság tört ki tiszteletlenül az űrhajós, hiszen a 25 éves. Az elnök nem sértődött meg. Ez nem ostobaság, Scott úr, ez tény. A maga felesége elsősorban nőnek született, és legnagyobb ellensége az idő. Tudja, Scott? Egy valami éltette csak a remény. A remény, hogy valahogyan megáll az idő. Egyszerűen megáll, és nem megy tovább. A szarkalábak és a ráncok csak másokon raknak fészket rajta, nem? Maga azt hitte, Scott, hogy a maga felesége vidám teremtés, akinek semmi gondja baja a világgal pedig ott nyűszített benne a félelem, hogy egyszer mindennek vége. Csak a remény éltette, hogy hátha, ő a kivétel, hogy hátha, és maga Glenskott űrhajós, amikor megmutatta neki azt a fényképet, elvette tőle a reményt, és elvette tőle a jövőjét is. Érdemes volt hát űrhajós. Scott bénultan hallgatott. Vagy nézzük tovább, folytatta az elnök. Megyük az imént látott barátját, Hartmann őrmestert. Igazán nem rossz ember, kedves fickó, csak hát a Maga Hartman barátja olyannak született, hogy nem tud beletörődni abba, amit a sors kimért számára. Akárcsak az önfelesége, csak másképpen. Meg van róla győződve, hogy ő a legtehetségesebb, legtöbbet érő egyed az emberiség tömegében. Hogy ami neki ki az minimum a főfelügyelői poszt. És ezért boldog, mert boldoggá teszi a küzdelem, hogy egyszer a jövőben elírja célját, főfelügyelő lesz. Az elnök lassan felállt, az íróasztalhoz sétált, kihúzott egy fiókot, néhány apró poharat és egy lapos üvegcsét vett ki belőle. A poharakat a karosszékek előtti asztalkára állította, töltötte az üvegből, és poharát Glennéhez kocintotta. Egészségére űrhajós. Egészen kiszáradt a szám. Glenn Scott torkát kellemesen égette az erős ital, és még le tette a poharat, mikor az elnök már folytatta monológiát. És valljuk be, kedves hogy a maga Hartmann barátja elkeserítően tehetségtelen, igazi őrmesternek való. Annak és semmi többnek, csak hogy, és ez itt a lényeg, ő mindenáron főfelügyelő akar lenni. És ha valaki bebizonyítaná neki feketén-fehéren, hogy nem lesz, és hogy soha nem is lehet, inkább megölné magát, mint sem, hogy beismerje viszonylagos értéktelenségét, vagy jobban mondva azt, hogy túlbecsülte saját képességeit. Nagy szerencséje, hogy Hartman ostobább és fafejű, mint ahogy maga gondolja. Éppen ezért nem is hisz magának, illetve képtelen elhinni, hogy nem lesz belőle soha főfelügyelő. De maga Glenszka megingatta a jövőbe vetett hitét, és megrontotta a boldogságát. Én mondom, ha egy kicsit intelligensebb lenne, bár megölte volna magát. Az elnök felállt és az ablakhoz sétált. Vegyünk egy utolsó példát, Glenn. Itt van az ön Matthias barátja, kiváló csillagász és kiváló fiatalember. Nem törődik mással, csak azzal a fekete pacnival, amit Elix kettőnek nevezett el. Ő aztán valóban tehetséges, és neki mit jósolt, kedves űrhajósom? Megjövendőlte, hogy meghal, ami akár képtelenség, akár igaz, roppant kegyetlen dolog volt öntől. Fel tudja fogni egyáltalán, hogy mit tett azzal az emberrel? Scott lehajtotta a fejét hiszen még az orvosi etika is tiltja az ilyesmit, még akkor is, ha az illető valóban halálos beteg. Nem tudom, hogy helyese vagy sem, de a kérdés most nem is ez. Az önbarátja jelenleg tökéletesen egészséges, érti? Soha. Még csak nem is gondolt azelőtt a halára, mielőtt maga. Hm, hát szóval vissza nem tért volna. Most azonban elrontotta hátralévő rövid életét, és nem csak az övét, a feleségéjét, és tulajdonképpen Davisét is, mint farkasok lesik egymást, hogy Matthias valóban meghal -e, hogy Davis felesége valóban öngyilkos lesz -e? Olyan ez, mint egy rémdráma. Maga szerint nem. Scott szótlanul bólintott. Hát ez lenne minden egyelőre, mondta az elnök. Scott védekezve felemelte a kezét. Megengedi, elnök úr. Csak tessék. Azért, Azért valami jót is tettem talán, hiszen Vandenberg laboratóriumában az az egy szóval bizonyos tudományos felfedezések idejét sikerült talán előbbre hoznunk, ha húsz évvel korábbra az elnök szánakozva megcsóválta a fejét. Nem hiszek én ebben sem, Scott. Az emberiség akkor fedez fel valamit, amikor szükségem van rá. És még sajnos így is gyakorta előfordul, hogy a technikai bázis fejlettségi foka jóval magasabb, mint az emberiség szellemi színvonala. Hát nem értéklen. Még mindig ősemberek vagyunk, akik a helyett neutronnal, antianyaggal és lézerrel játszadozunk. Kiesik kezünkből a fejlődés fékje. Scott, képzelje csak, hogy maga a jövőből ide szállt angyal, ezt a fejlődési ütemet még fel is gyorsítja. Amikor gyilkosan gyors ez már magától is. Csak azt nem mondja, hogy ez jó tétemény az emberiség részére. Vandenberg azt mondta, hogy a tudósok mit mondanak, az egy dolog, és hogy mi lesz belőle, az megint más. Vandenberg majd felfedezi, amit magas súgott neki a szükségesnél jó húsz évvel előbb. Aztán egyszer csak a maga főnöke azon veszi észre magát, hogy nem az a találmány mászik le a rajztáblájáról, amibe belekezdett. Őrhajót rajzolt, és ágyú lett belőle, és miért? Mert korábban fedezte fel, mint kellett volna. Erre olyan büszke Scott. Scott most már valóban kétségbe esett. Tehát ön azt állítja, hogy mióta visszatértem, csak kárt csinálok? Az elnök bólintott. Hát úgy nagyjából. Scott keserűen elmosolyodott, akkor csak egy lehet a megoldás, és pedig, ha megölnek, akkor nem tudok tovább ártani. Az elnök visszaült a székébe, és tenyerébe támasztotta az állát. Már én is gondoltam erre, de nem tehetem meg, hiszen maga úgysem halna meg. Scott arcán árnyék suhant végig. Nem halnék meg, Nézzek kérem, mondta az elnök, ez már csak az a tartomány, amely kezdi meghaladni az én szellemi képességeimet is. Az kétségtelen tény, hogy ön nem halhat meg, hiszen ön az, aki harminc év múlva elrepül a fekete pacni felé. Ha kísérletet tennék az ön megsemmisítésére, talán beláthatatlan következményekkel járna. Ezért le kell mondanom róla. Akkor hát, az elnök újra felállt. Egyelőre nem teszek semmit, kedves Scott, menjen haza vagy Vandenberghez és ígérje meg, hogy amíg nem üzenek önért, nem követel semmi meggondolatlanságot, amivel, hm, hogy úgy mondjam, befolyásolni lehetne a jövőt, hiszen már eddig is úgy járt a világban, mint elefánt a porcelánboltban. Scott elmosolyodott szomorúan. Megígérem, elnök úr, alig, ha nem Vandenberghez megyek. A biztonsági tészt majd kikíséri, Isten önnel, Scott űrhajós. Amikor Glenn Scott mögött becsukódott az elnöki szoba ajtaja, az elnök megnyomott egy gombot az asztalán. A videó feltűnt egy fiatal, komor képű férfi arca. Schmidt, mondta az elnök végeztünk. A kettes számú utasítás szerint. Igenis, elnök úr, pattant a férfi hangja, és szinte azonnal kialudt a képernyő. Az elnök hátradőlt a székében, és nagyot sóhajtott. Glenn Scott barátságosan intett a titkárnőnek, pedig semmi oka nem volt az örömre egy számagában állt a világban, család és barátok nélkül. Hihetetlennek tűnt, hogy valaha eljön majd az idő, mikor ver a gyereket szül neki, akit Eszternek neveznek. Úgy összekeveredett benne a múlt és jövő álom és valóság, mint palacsintában a töltelék. Legszívesebben megfenyegette vagy leköpte volna a fekete pacnit minden bajának okozóját. A fekete pacni azonban nem volt elérhető. Ott trónolt valahol magasan, ember nem járt a távolságban, az elnöki hivatal tetején túl csak a széles folyosó régi modi csillárai kacsingatta Glenskott szemébe. Az űrhajós befordult egy sarkon, és szinte beleütközött a magas férfiba, aki elállt az útját. Bocsánat, morogta, miközben megkísérelte, hogy kitérjen az útjából. A hosszú azonban nem mozdult, sőt, Scott a szeme sarkában látta, hogy egy másik hasonlóan megtermett férfi is eltolja magát a szemközti faltól, és kettejük felé tart. Érezte, hogy a szívét elszorítja valami, mintha vasabroncsot vertek volna rá egy ellenséges bolygón. Elnézést, mondta a Hosszú, aki hegyként magasodott felé. Elnézést, parancsot kaptunk, hogy kísérjük át a szanatóriumba, ahol a különösen fontos állampolgárokat kezelik. Scott hátralépett és végigfuttatta a szemét a feltűnően üres hosszú folyosón, úgy látta, mintha egy ajtó leheletnyire kinyílt volna, hogy szinte azonnal be is csukódjék. Igyekezett magabiztosnak látszani, pedig tudta, hogy elveszett. Most jövök az elnöktől, mondta határozottan. Az elnök semmi ilyet nem említett. Vandenberg professzorhoz megyek, semmi szükségem szanatóriumra. A hosszú elmosolyodott. Az elnök úr jobban tudja, hogy önnek mire van szüksége, kérem, hát ne ellenkezzék. Tulajdonképpen hagynia kellett volna az egészet, engedelmesen lehajtani a fejét, és azt mondani, oké, hát akkor gyerünk a szanatóriumba. És mégis képtelen volt kimondani. Nem akarok semmiféle szanatóriumba menni, az elnök megígérte. A hosszú akkor kinyújtotta kezét, mintha meg akarná ragadni a kabátot Scott mellén, az űrhajós minden figyelmét, a feléje nyúló kézre összpontosította, így aztán teljesen megfeledkezett a másik férfiről, aki mögéje került. Sajnálom, igazán sajnálom, mondta a hosszú, és úgy tett, mintha fogást keresne Scott zakóján, eközben a másik szorosan mögéje lépett, és nyitott tenyerejélével nyakszírten bágta Scottot. Az űrhajós úgy esett össze, mint egy krumplizsák. Ebben az évben korán beköszöntött a tavasz. Március végén már lágy szellők borzolták az útmenti tócsákat, a fák és bokrok kopasz ágait vastagra hízott rügyek borították. A vakító kék égen bárány felhők nyargaltak ismeretlen céljuk felé, miközben kíváncsian megbámulták a tócsák tükrében úszó hasonmásokat. Glenn Scottot egész kis csapat várta a szanatórium bejáratánál, amikor becsukódott mögötte az ajtó, előbb csak annyit látott, hogy Vera rohan feléje, karjaiba veti magács, arcába csapódó lobogó tömeg, eltakarta előle a kilátást. Ó, Glenn, kedves, édes Glenn, suttogta Vera, s csókolta, ahol érte. A többiek illedelmesen és mozdulatlanul álltak, átadva az elsőbséget az örömtől szinte részek feleségnek. Néhány perc múlva Vera eltolta magától az űrhajóst, és szinte szégyenkezve pislantott a többiekre. Ne haragudjatok, néz csak len, mindjárt eljöttek. Az űrhajós összehúzta a szemöldökét. Homályhoz és mesterséges fényhez szokott szemét, bántotta a harsány tavaszi ragyogás. Hello, mondta halkan, hogy vagytok? Azt inkább nekünk kellene kérdeznünk, öreg fiú, rikkantotta vidáman Hartman. Én jól vagyok, köszönöm jól, felelt ez fáradt hangon. Örülök, hogy itt vagytok, izé, Mm, és tanács talanul körülnézett, szemmel láthatóan, azon törve a fejét, hogy mit mondjon még. Ó, oh, hogy örülök, Glenn! Ismételte újra meg újra Vera, miközben éles szemekkel fürkészte az űrhajóst. Glenn Scott felnézett a kéklő ígre és nagyot sóhajtott, aztán gyengéden átkarolta Verát. Sokáig voltam bent? kérdezte csendesen. Az eddig háttérben toporgó Vandenberg is közelebb furakodott. Nem vészes, Glenn fiam, mondta vidáman, és határozottan megrázta a skat kezét. Az a fontos, hogy minden rendbe jött. Az ürhelyős félig megfordult és tétován méregette a szanatórium kapuját, amely békésen szundikált a verőfényben. Nem emlékszem, mondta lassan. Nagyon beteg voltam. Ugyan Glenn mosolygott Hartmann, és megveregette a vállát, ne is gondolj rá, túl vagy az egészen is kész, de mégis mi volt a bajom egyáltalán? Vandenberg szóra nyitott a száját, de Vera megelőzte. Egy kicsit kiborult áglen, nem is csoda, amennyit készültél azokra a nyavajás szakvizsgákra. Más talán bele is pusztult volna. Aha, Idegösszeroppanást a panás tűnődöckadt. Vera szótlanul bolintott. Érdekes, tűnődött az űrhajós. Nem emlékszem, hogyan kerültem be. Valóban, egész szépen kiborulhattam. Most majd összeszeded magad, megint a régi leszágán meglátod, hogy felhíz lallak. A kis csoport lassan megindult a helikopterállomás felé. És mi minden történt azóta, hogy bekerültem? Kérdezte közömbösen Scott, alig ha nem, elmaradtam az élettől egy kicsit. Vera Vandenbergre nézett, aki észrevétlenül megbiccentette a fejét. Hát újság éppen akad, mondta az asszony tétovázva. Scott megtörpant. Csak nem történt valami baj. Vera lehajtotta a fejét. De igen, Glenn. Matthias, Scott érezte, hogy valami megmagyarázhatatlanul baljós előérzet szorítja össze a torkát. Matias, és mi történt Matiassal? Meghalt Glenn. Teljesen váratlanul, és hogyan kérdezte Tompán az űrhajós? Agyvérzésben. Egyik pillanatról a másikra. Teljesen váratlanul. Senki nem számított rá, hiszen mindig olyan egészséges volt, mint a makk. Scott végigfuttatta szemét a társaságon, és Davis kérdezte komoran, Vera alig észrevőhetően intett Hartmannnak, aki felzárkózott Scott mellé. Ez a másik szomorú hír, Glenn, mondta az őrmester, miközben belekarolt Scottba. Glenn Scott megtorpant. Csak nem halt meg ő is. Nem, dehogy sietett a válaszol Hartmann. Nem halt meg, ő nem, csak Katarina. Katarina tántorodott meg Scott, jóságos Isten, is hogyan? Öngyilkos lett, mondta Hartmann, és feszülten figyelte Scott-ta. Tudod, Glenn, Néha furcsa dolgokat produkál az élet. Ki sejtette volna, hogy Davis és Liza szeretik egymást? Én pedig jó megfigyelő vagyok, elhiheted, hiszen ez a szakmámmal jár. Mégsem vettem észre semmit. Ahogy aztán matthias eltemettük, Davis Katarina elé állt és bejelentette, hogy összeköltözik Lizával. Katarina hamarosan halott volt. Szegény Matthias, szegény Katarina morogta kat. Pedig nagy ember volt Matthias, mondta Vandenberg, és nagy tudós kidolgozta az LX2 elméletét. Ekkor valamennyien szkatra néztek, és a professzor már nyitotta is volna újra a száját, hogy szükség esetén elterelje a figyelmét. Az űrhajós azonban közönyösen nézett a tavaszba, láthatóan nem mondott neki semmit a kódszám. Aztán rövid szünet után udvariassa, mint ha kíváncsi lenne, megkérdezte Vandenberget. LX2. Hm, az meg micsoda? A csuda sem tudja, morogta meg könnyebbülve a tudós. Egy fekete pacni. Nem fekete lyuk, és nem is valami más. Egy pacni és kész. Ez volt szegény Matthias utolsó nagy munkája. Matthias morogta az űrhajós újra. Vera ekkor ismét helyet cserélt Hartmannnal. No, de ne csak rossz hírekkel traktáljuk szegény férjemet. Tudod-e, hogy Vandenberg professzor Nobel-díjat kapott? Scott ismét megtorpant. Ez aztán Döfi főnök, gratulálok. És mivel érdemeltek ki -e a megtiszteltetést? Vandenberg szerényen széttárta a karját. Igazán semmiség. Feltaláltam az antianyagmotort. Scott arcára kiült az elképedés. Na hát, főnök, ez aztán csodálatos. Új korszak kezdete az űrhajózás történetében. Most aztán adunk egyet a csillagközi távolságoknak. Adunk bizony, Scott fiam mondta elégedetten a professzor, és tudja, milyen jó hírem van még a maga számára? Scottnak felcsillant a szeme. Maga repülhet elsőnek a konstrukcióval. Már el is intéztem a parancsnoksággal, hiszen a vizsgálatok tanúsága szerint maga fiam tökéletesen meggyógyult. Semmi akadály, hogy űrhajóba szálljon, és tudja, mi lesz a cél? Fogalmam sincs, professzor, mondta a várakozás izgalmával Nos hát, a fekete pacni, szegény Matthias fekete pacnia. Persze még egy kis időbe belekerül, amíg előkészítik az űrhajót. Mi az a kis idő? kérdezte türelmetlenül az űrhajós. Hát, gondolkodott el Van Nemberg, lehet, hogy egy... akár egy évtizedig is eltart. Ó, tör ki a csalódás Glennből. Meglátja, milyen gyorsan erröppen az idő, mondta a professzor. Addig megszerzi az első osztályú minősítést, és maga lesz a legkülön csillagközi űrrepülő. Tudja. Vera óvatosan hátratolta a professzort. Hátmant nem is kérded, kérdezte, miközben belekaróckodva. A barátodat kinevezték felügyelővé. Gratulálok, Hartman! S már szinte elérték a helikopterállomást, amikor hosszú, fekete gépkocsi húzott el mellettük, a hátulsó ablakon óvatosan meglebent a függöny, kopaszodó, fekete keretes szemüveget viselő joviális tekintetű férfi pillantott rájuk, s mintha még intett is volna a kezével. Az elnök, mondta Vandenberg, az államelnök. Scott egy pillanatra eltűnődött, érdekes, olyan ismerős volt az arca, mintha már láttam volna valahol. Aztán, mivel senki sem fűzött megjegyzést a szavaihoz, azonnal el is felejtette az egészet. Vége az első kis regénynek. A Hosszú Szafari Talán semmi nem okozott még akkora örömet, egyszer, s mint akkora riadalmat az emberiség történetében, mint az első gépek megjelenése. Amikor megalkották az első szövőszékeket, Európa belépett az ipari forradalom, s vele együtt a munkanélküliség korszakába is. És ezen az sem segített, hogy az ember később megkísérelte megsemmisíteni saját kreatúráját, összetörni a gépeket. A szellem azonban már kiszabadult a palackból, és nem lehetett visszacsalogatni többé. Azóta a gépek korszakát éljük, de hamarosan belépünk, ha még nem is léptünk be a gondolkodó gépek a robotok korszakába. Sokan úgy vélik, eljön az az idő is, amikor a gépet, sem formáját, sem pedig értelmét tekintve nem lehet majd megkülönböztetni az embertől. Vajon szükség van-e androidokra? És ha igen, nem jelente megjelenésük veszélyt az egész emberi nemre? E kérdések ma még megválaszolatlanok. Egy azonban bizonyos. Arra kell törekednünk, hogy saját alkotásunk a gép, a barátunk, és ne ellenségük legyen. Ezekből úgyis van éppen elég. Amikor a kíváncsi tömeg szétoszlott, csak az újságírók és a tévések maradtak a helyszínen. Az újságírók csoportokba verődve a másnapi nagy esélyeit latolgatták, a tévések pedig hangosan káromkodva lámpáikat és kameráikat kezdték összecsomagolni. A nap fekete felhőrongyokba burkolózott, s valahonnan a tenger felől sós levegőt hozott a szél. Begomboltam magamon a tavaszi felöltőt, és néhány tétova lépést tettem a busz megálló felé. A legközelebbi utcasarkon a pálcáktól kísért leánycsapat fordult be, s hangosan csivitelve átvágott a bíróság előtti útteste. Éppen akkor, amikor elindultam a megálló felé, és a leánycsapat az úttest közepére ért, hangos recsenéssel kinyílott a bíróság udvarának zöld vaskapuja. Nem mondhatnám, hogy túl hangosan, mégis mindenki azonnal odafigyelt. Az újságírók abba hagyták a lovakról folyóvitát, vitát, s néhányan az élelmesebbek közül fényképezőgépeik után kaptak. A televíziósok is felhagytak a kábelek göngyölítésével, és mozdulatlanul meggörnyed derékkal bámultak a kapu felé. Még a csivitelő leánycsapat is elhallgatott, mint riadt ha feltűnik felettük a sas. Óvatosan oldalra léptem, hogy ne vehessen észre, ha mellettem kísérnék el. Autót nem láttam sem erre, így aztán feltételeztem, hogy korára való tekintettel, pilincsek és rácsos autó nélkül gyalog viszik a megyei börtönbe. Behúzódtam egy esőcsatorna mögé, és vártam, hogy feltűnjön a szomorú menet. Eközben az apácák mindent megtettek, hogy odépterejék a lányokat. Széles karmozdulatokkal igyekeztek jobb belátásra bírni őket. Azok azonban, mintha csak néma sztrájkba léptek volna, nem mozdultak. Álltak összebújva, és tekintetüket a kapura mereztették. Újból összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a tenger sós és nedves lehelete. Máskor gyakran élveztem az ilyet, arra gondoltam talán Yokohama, Kuala Lumpur vagy egyéb kimondhatatlan nevű egzotikus kikötő küldi felém néma üdvözletét. Most azonban nem éreztem semmi egzotikumot. Egyszerűen fázni kezdtem vékony felöltőm alatt. Ebben a pillanatban a leány csapat még jobban összegömbölyödött, mint a védekező sündisznó. A kapun három fegyőr kíséretében Roloff lépett ki. Szőke haja vállára és a homlokába hullott. De riadt kék szemei, mintha megnyugodtak volna. Amikor a felhő rongyok mögé húzódott nap, néhány rövid másodpercre megszabadult, és végig a sugarait a téren, a fiú lehunyta a szemét. Hallottam, hogy az újságírók elkattantanak néhány felvételt, különben pisztenést sem hallottam. A tévések még mindig mozdulatlanul álltak, mint egy élőkép furcsa figurái. Megborzongtam, ahogy végig szaladt a tekintetem. A három szálas börtönőr között a törékeny, kilenc éves kisfiú olyan furcsálhatott, mintha mesefilmet láttam volna, amelyben a gonosz óriások fogságba ejtik a barátságos és szeretetre méltó kis törpét. Nem hallatszott más, csak a börtönőrök vasalcsizmáinak a csattogása, ahogy végigvonultak a téren. Görcsösen megragadtam a csatornát, és szinte imádkoztam, bár csak ne nézne ide. A kisfiú azonban éppen akkor emelte fel újra a fejét, amikor a menet elhaladt mellettem, valami sárga, talán barátságos fény villant a szemében, amikor meglátott az esőcsatornába kapaszkodva. Szája széle megmozdult, mintha mondani akart volna valamit, aztán csüggettem, behunyt a szemét, és tovább lépkedett. Nem fordultam utána, de jól hallottam, hogy a lépések tovább csattognak a kövezeten. Úgy szorítottam az esőcsatornát, hogy belefehéredett a kezem. Aztán egyszerre csak a tér közepén gubbasztó kislányok felől jajgató kiáltás szállt a csapat után. Jaj, Rolov! A menet megtorpant. A kisfiú és az őrök is hátrafordultak. A lányok valamennyien a levegőben nyújtották karjaikat, mint a téli erdő hideg szélben vergődő fái az ágaikat, vagy görög sortragédiák kórusa, korsócipelés alól éppen felszabadult kezét. Jaj, jaj, Rolof! hangzott a kórus reketten és kétségbe esetten, annyi túláradó keserűséggel, hogy sírhatnékom támadt tőle. A fegyőrök magukhoz karolták a kisfiút, és erőszakkal megfordították, szinte futva indultak el vele a térbe torkolló főutca felé, s néhány másodperc múlva már el is tűntek a sarki házak megett. Az apálcák eközben szép szóval és lögdöséssel arra kényszerítették a kislányokat, hogy újra a kettes sorokba álljanak, és elinduljanak a tér másik oldala felé. Szemem sarkából láttam, hogy a lányok némelyiket tenyerébe temeti arcát, és sírástól rászkódik a válla. Nem tudom, mennyi ideig álltam az esőcsatornánál, amikor felriadtam. Az újságírók már nem voltak sehol. A tévések is az utolsó tekercskábeleket dobálták a teherautóra. Újra megborzongott és bőrömbe mart a sós ízű tengeri szél, de akárhogyan is figyeltem, ma nem éreztem rajta Jokohama vagy Kuala Lumpur üdvözletét. Este megittem egy egész üveg viszkit, de az sem segített. Árulónak és csirkefogónak éreztem magam. Annál is inkább, mivel megfizettek, hogy védjem Rolofot, és én, aki végre birtokában voltam a teljes igazságnak, meg sem kíséreltem, hogy kinyissam a számat. Micsoda hát ez, ha nem aljasság? Azt is tudtam azonban, hogy a magam szempontjából abszolút helyesen cselekedtem. Megfenyegettek, hogy kivonnak a forgalomból, ha okoskodom. És ki tudná, ha nem én, hogy az állammal nem egészséges dolog kukoricázni. Szóval megittem a viszkit, de nem segített, csak néztem a plafont, és még gondolkodni sem tudtam. Végtére is aztán talán az alkohol hatására az az eszeveszett ötletem támad, hogy felkeresem Szandrát. Lesz, ami lesz, legfeljebb kirúg, de meg kell kockáztatnom. Lehetséges, hogy a bűnözők kényszere munkált bennem, amely szerint a tettesek feltétlenül visszatérnek a tett helyszínére, márpedig, ha én elkövettem valami ilyet, akkor feltétlenül szrandához kell visszamennem. Az utca végén hagytam a kocsimat, és gyalogmentem a házig. Az elhagyatott utcácska majdnem teljesen sötét volt már, az ablakokon itt is, ott is kivilágított a televízió pasztelszíneinek fénye. Végig sétáltam a sötét utcán, és még a pisztolyomat sem biztosítottam ki, ha valaki megtámadott és kirabolt volna, esetleg meg is ölt volna, úgy fogadtam volna, mint isteni igazságszolgáltatást. Egy nagyon kivoltam idegileg. A kert is sötét volt, akár csak az utca. Megnyomtam a csengőt a kert kapun, aztán vártam. Alig, hanem várhattam volna kivilágos kivirattig, mert odabent semmi sem moccant, csak egy ablak világított halványsága fényjel, bár amennyire a kertet borító óriási tujáktól egyáltalán látni lehetett. Mivel senki nem nyomta meg a berregőt, a kapunak dőltem, és kétségbeeséssel vegyes dűvel megtaszítottam. És csodák csodájára a kapuszárnyak engedtek, alig, hanem nem elfelejtették becsukni őket. És akkor ott egy óriási tujafa tövében igencsak rossz érzésem támadt, mintha azt súgta volna valami, hogy a dolgok nem rendben mennek. A nyitva felejtett ajtó, a halványan világító ablak és a sötét utca gyanút keltett bennem. Kibiztosítottam fegyveremet, és végig végiglopakodtam a kerten. Lábam alatt mindegyre megroppantak az eltakarítatlanul hagyott tavalyi száraz ágak, ha nem lett volna bennem annyi viszki, nem is lopakodtam volna tovább. Hiszen alig, hanem akkor az zajjal közeledtem a házhoz, mint egy vízhez törtető, szomjas elefántcsorda. A bejárati ajtót is nyitva találtam. Akkor már mereven előre tartottam a pisztolyomat, és elhatároztam, hogy a legkisebb gyanús jelre szétlövök mindent. Hiszen csak azt tiltották meg, hogy elmondjam az igazságot. Arról nem volt szó, hogy nem lövöldözhetem ki magam úgy Isten igazából, ha úgy tartja a kedvem. A tágas nagy hal, amelyben annyiszor ültem Szandrával, hadi tervet kovácsolva, most tök sötét volt. Csak a nappaliba vezető ajtó alatt szűrődött ki halvány fénycsík. Előre tartottam a revolvert, majd lendületet vettem. Lenyomtam a kilincset, oldalt ugrottam, és a kivágódó ajtószár mögött belestem a szobába. Közben azonban szerencsétlen módon belebotlottam a küszöbbe, előre buktam, és bevertem a homlokom az ajtófélfába. Félig vakon és megkergülve a fájdalomtól tántorogtam be a szobába, fegyveremet a nem létező ellenségre szegezve. Szandra fel sem emelkedett a kerevetről, amikor bezuhantam. Csupán a szemöldökét vonta fel, mint olyankor, amikor olyasmi történik vele, amit nem várt ugyan, de azért nem lepi meg túlságosan. Felvette itallal teli poharát, és felhúzott szemöldöke elé tartva felé emelte. Jó estét, Sherlock Holmes, csak nincs valami baj. Éreztem, hogy fejem tetején megnövekszik a nyomás, amiből arra következtettem, hogy rendes kis búb nőtt rajta, és az ajtófélfával történt találkozásnak ez az eredménye. Ezt inkább én kérdezhetném, lihegtem. A kapu tárva nyitva, akárki bejöhet. Nem tudna egy kisé jobban vigyázni? Érdeklődve figyelte, amikor zsebre tettem a pisztolyomat. Akkor a dívány előtti asztalkáról felvette egy még majdnem tele üveget és egy üres poharat. Lendületes mozdulattal teletöltötte, aztán felém nyújtotta. Amikor elvettem, töltötte magáéba is. Vízzel nem szolgálhatok, mondta kisi akadozva. Jéggel is csak akkor, ha hoz magának. Az emelete van a hűtőszekrény. Különben hogy van? Ez nagyjából annyit jelentett, hogy nem kell rá válaszolnom, viszont kiíhatom a poharamat. A legerősebb fajta viszki volt, amit csak kapni lehetett akkor tájt a partvidéken. A lehúzott pohártól enyheködt telepedett az agyamra, így nem is hallottam az első mondatokat. Amikor többé-kevésbé magamhoz tértem, már felhúzta a térdeit, és valahová a levegőbe bámulva beszélt. Mitől féljek, nem mondaná meg? Nekem csak öröm lenne, ha valaki végre lepuffantana, mi értelme van az egésznek? Maga szerint van, Roger halott, és Roloff húsz évet kapott. Roloff büntetését majd harmadolják, hallottam saját furcsán nyekergő hangomat, biztosítékot kaptam, hogy harmadolni fogják. Keserűen és szárazon felnevetett. Tudja, hol leszek én már akkor, vagy a temetőben, vagy az iszákosok otthonában. Ne áltassuk egymást, Albert, nekem végem. Mindent újra lehet kezdeni, mondtam bölcsen. Ekkor komolyan tübegurult. Megívott egy fél pohárkával, aztán rám förmett. Ez aztán már sok, hallja-e? Idejön és erkölcsi prédikációt tart nekem. Még hogy újra lehet kezdeni. Magának, kedves Albert, magának. Maga nyugodtan újra kezdheti, és újra is fogja kezdeni. Hiszen maga csak egy pert veszített el, de én mindent. Én elvesztettem Rogert és Rolofot is és ebben az ügyben soha nem lesz per újra felvétel, ezt maga is épp olyan jól tudja, mint én. Határozatlanul morogtam valamit. A dolog eldőlt Albert, valljuk be férfiasan, és én tudom, hogy Roger akarta így. Ilyet mozdulatot tettem, mire fáradtan és részegen elmosolyodott. Jól van, jól van, maga nem mondott semmit, ne féljen, nem magától tudom. Bizonyára kicsit megrémülhettem, vagy talán figyelmetlenségemben kikotyantottam valamit. Az agyamról villám gyorsan elszállt a köd, s ott találtam magam színiózanul Szandrával szemben. Az asszony még mindig szép volt, bár finom vonásait alaposan tönkretették az elmúlt hónapok eseményei. És ahogy most friss szemekkel végignéztem rajta, muszáj volt látnom, hogy a sok alkoholtól felpuffadt a bőre, és platina szőke haja tövénél gondozatlan, Fekete csík bukkant elő. Közelebb hajoltam hozzá, és megfogtam a hóna alatt. Pihennie kellene, Sandra, és ne ígyon annyit. Ingerülten ellökte a kezemet, és felült a sezlonon. Ajkai megremegtek, mintha valami nagyon csúnyát akarna a fejemhez vágni. Aztán mégsem lett semmi az egészből, mert összeszorította a száját, láthatóan erőt véve magán. Nézze, Albert, mondta aztán csendesen. Köszönöm, hogy elvállalta ezt a maga számára mindenképpen hálátlan ügyet, hiszen már az első tárgyalás után nyilvánvalóvá vált, hogy ezt csak elveszíteni lehet. A maga karrierjének pedig igazán nem tesz jót, ha veszett fejszényele után kapkod, igaz? Ugyan dehogy mondtam. Dehogy nem. És én hálás is vagyok magának. Maga igazán. Mindent megtett, Albert. Csak hogy a pert elvesztettük. Roger halott, Roloff pedig börtönben van. A mi útjaink is elválnak, Albert. Kérem, felejts el, hogy hol lakom. Így aki a viszkéjét, és menjen szépen haza. Nézze, mondtam komolyan, és nem nyúltam a poharam után. Önnek most szüksége van valakire szandra írni, és én igazán... Ekkor magasra vonta arisztokratikus szemöldökét. No csak, csak nem szerelmes belém, vagy úgy látja itt a legjobb alkalom, hogy lefeküdjön a részek szandrával. Erre elöntött a pulyka méreg. A fene egye meg magát, hát nem látja, hogy segíteni akarok, bármit megtennék. Felhúzta térdére csúsztatott pongyoláját, és részek csúfondáros tekintettel felém kacsintott. Valóban? Mindent megtenne, értem? Hát akkor hozza vissza a csavargót az Orionból. Aztán gúnyosan felkacagott, amikor szótlanul magambaroskattam a fotelben. Öntött magának, nekem már nem, s mielőtt ajkához emelte volna a poharat, rám nézett és kikerekítette a szemét, mintha csodálkozna. Ó, hát még valamit? Igen, mondtam elkeseredve, igen. Ha megengedné, hogy még egyszer is utoljára körülnézhessek Roloff szobájában. Még egyszer és utoljára Elgondolkozott, aztán Enerváltam felemelte a kezét, és az emeleti feljáró felé intett. Hát csak menjen és nézzen körül. Bár igazán nem értem, hogy mit képzel, mit találhat még ott. Napokon keresztül csak dulták a lakást, és mindent megnéztek, még a hamutartók fenekét is. Mit remél, Albert? Magam sem tudom, hazudtam. Hát csak menjen, mondta még egyszer, abban a reményben, hogy aztán nem látom magát soha többé. Láttam, hogy hátradől a díványon, és újra ajkához emeli a viszkis poharat. Mivel tőle most nem kellett tartanom, nyugodtan kereséshez láthattam. Mit is mondott akkor Roloff? Csavarozza le a gyerekágy lábát, ott az igazi indián rejtek helyem, ott törzöm minden kincsemet és titkomat. Becsuktam maga mögött az ajtót, és késedelem nélkül a gyerekágyhoz léptem. Kiszórtam belőle az ágyneműt, és megfordítottam. Láttam, hogy a lábakat szárnyos csavarok erősítik a deszkához. Megforgattam az egyik rögzítőt, de csak nagyon nehezen moccant. Végül is szinte beleizzattam, amíg meg tudtam lazítani valamennyit. Az elmúlt hónapok alatt volt idejük alaposan rárosdásodni a menetre. Amikor az egyik lábat kivettem, azonnal feltűnt a mögötte lévő üreg, elég kicsi volt. Alig nagyobb, mint két összeszorított ököl. Mégis amikor minden kipotyogott belőle, amit eldugdostak benne, csodálkoznom kellett, hogyan férhetett bele annyi minden. Előbb két összeasszalódott gesztenye hullott a lábam elé, és hangos koppanással tűnt el valamelyik könyves polc alatt. Aztán félig megkezdett csomag rágógumi esett ki, majd egy négyrét hajtott szédula. S bár tudtam, hogy nem ez az, amit keresek, mégsem tudtam megállni, hogy nevessek vessek rá egy pillantást. Kedves Rolof, írta valaki szálkás betűkkel. Tej a hűtőszekrényben. Tojást a konyha találsz. A tojás a szemetes vödörbe dobt. Ha akarsz, ötre eljöhetsz elém a teniszklubhoz. Apa. Zsebretettem a levelet, aztán újra benyúltam a mélyedésbe. végig végigfutottam a szálkás deszkákon, s alig, ha nem fel is sértettem a kezem, míg végre ráakadtam arra, amit kerestem. Kis vékony, kék fedelű memória füzet volt a kezemben. Fedelén gyerekes lézerírással. Napló, írta Roloff Till. Nagyot sóhajtottam, és kabátom belső zsebébe dugtam a füzetet. Felmarkoltam a többi szétszóródott apróságot, és visszalaktam őket a láb mögé, csak a gesztenyéket nem találtam sehol. Amikor mindennel végeztem, visszatettem az ágynemüket is, és leballaktam a nappaliba. A szundikáló szandra felriadt, amikor megrecsend lépteim alatt a lépcső. Na mi van, Sherlock Holmes? Talált valamit? Szó nélkül megráztam a fejem. Akkor behunyta a szemét, és hanyat feküdt a heverőn. Amikorra hazaértem, tökéletesen kitisztult a fejem, annyira, hogy az már szinte elviselhetetlen volt. Így aztán kénytelen voltam leballagni a még éjszaka is nyitva tartó drugstoreba, hogy magamhoz vegyek valamit, s amíg lefelé mentem a lépcsőn, egyre azon törtem a fejem, hogy mi a fenéne kellett nekem belekeveredni ebbe az ezerszer is elátkozott ügybe. Végül lehetett már éjfél is, újra sikerült megszívnom magam. Beleroskattam kedvenc karos székembe, és magam elé tettem a kék fedelű memória Bár nagyjából tudtam, mi van benne, mégis kíváncsi voltam, hogyan látja egy kilenc éves kisfiú a tragédiát. Talán azért is érdekelt annyira, mivel nekem soha nem volt gyermekem. Leoltottam a csillárt, és felkapcsoltam a falikart. Töltöttem egy pohárkával, de ezt már nem nyeltem le, sőt. Elhatároztam, hogy addig egy kortyot sem iszom belőle, amíg végig nem böngésztem az egészet. Már abban azért nem voltam olyan biztos, hogy ital nélkül kibírom az utolsó oldalig. Mondtam már, hogy eléggé vékony füzet volt kékkel bekötve, olyan csomagoló papír borította, amilyet más a számra lehetett kapni minden papírkereskedésben, főleg szeptember idején. Az összehajtott kék papír sarkai vékony átlátszó ragasztó csíkkal voltak rögzítve, ahogy azt az alsó osztályokban kötelező. Látszott a füzeten, hogy Rolóf rendszeresen és kötelességtudók is kötelességtudó emberke módjára vigyázott rá, aki tisztelte az iskolát és mindent, ami vele járt. Már-már kinyújtottam a kezem, hogy meghúzzam a viszkis poharat, aztán szégyenkezve tettem vissza a füzet szélére. Erőt vettem magamon, és a néző segítségével fennhangosan olvasni kezdtem a feliratot. Rolóf Till, Titkos Napló a tulajdonképpeni napló a második oldalon kezdődött. Az első közepén egy furcsa jelmondat volt, amelynek első pillanatra nem láttam semmi értelmét. Bevallom, még később is sokat töprengtem rajta, hogy valóban megértettem-e, vagy Roloff megértette-e a mondatból hallatszó segélykiáltást. Levertétek a himpor szárnyaimról, nem repülhetek többé, mondta a lepke, és lehullott a porba. S mellette a költő vagy író Nils Bengston. Soha az életben nem hallottam róla. Kicsit még eltöprengtem a mondat értelmén, aztán fordítottam egyet oda, ahol a tulajdonképpeni napló kezdődött. December 14. Ebbe a füzetbe írom már a mai napot, a múltkori betellett, és hiába kerestem olyat, mint az volt. Donald úr a papírkereskedésből azt mondta, hogy olyat már nem gyártanak, pedig az spirálos volt, sokkal jobb, mint ez. Abból ugyanis ki lehetett tépni egy-egy oldalt, amire azért néha szüksége van az embernek. Mondjuk, ha az ember pacát csinál a naplójában, mert a naplót feltétlenül régi tollal kell írni. Berti azt mondta, hogy ennek csak így van jelentősége. A legjobb lenne persze lúttollal, mint sok száz évvel ezelőtt, csak hát, ma már olyan nehéz lúttollat szerezni, őszintén szólva, én még ludat sem láttam soha. De azért ez a füzet is megteszi. Nem sokára itt a karácsony, ma egész délelőtt azon gondolkodtam, hogy mit kérjek a fa alá. És mivel az egész osztály ezen gondolkodott, nagy balhé is lett belőle, rossz asszony észrevette, hogy senkinek nincs ott az esze, erre lecsapta a naplót, és sorban kezdte kihívni az osztályt. Kikapcsolta a regisztráló kompjútert, a tesztautomatát, sőt, még a kontrollkészüléket is. Csak úgy egyszerűen feleltetett. Kihívott valakit, és kérdezett, annak meg azonnal kellett válaszolnia. Még azt is megtiltotta, hogy az elektronikus kisakost használjuk. Én a magam részéről képtelen lettem volna korábban feltételezni, hogy rossz kisasszony valaha is ilyen inkvizíciós módszerekhez folyamodik. Mondanom sem kell, hogy aki csak felelt, a legalsó határértéket kapta, hiszen elektronikus kisakos nélkül olyan biztos az alsó határíték, mint a sic. Mintha a nagyot hallótól elkoboznák a rezgés erősítőjét. Na, gondoltam magamban, proloftil, ma te sem meg az ügyet, és annyira el voltam keseredve, hogy már előre feladtam az egészet. A kisakost ugyanis ki kellett tennem a pad szélére, onnan bámult rám szomorú digitális szemmel. Hiába volt százezernél is több arata a memória egységében, nem segített most rajtam semmi. Amikor rossz kisasszony Taulert szólította, már nagyon el voltam keseredve, arra is gondoltam, hogy esetleg rosszul létett színlelek, de hát képtelen lettem volna rá, hogy átverjem a klinikai ellenőrző nyomtatott áramköreit, mint a felsőbb osztályokból némelyek. Ha beültettek volna az érzékelő székbe, azonnal kimutatta volna, hogy szimulálok, így aztán csak ültem és vártam, hogy rossz kisasszony kiszólít. Tauler természetesen megkapta a legalsó határértéket, de ehhez képest jól tartotta magát. Még el is mosolyodott, amikor visszafelé jött a helyére. Persze, mi azért tudtuk, ezt a mosolyt nem kell komolyan venni. Szegény Tauernek alaposan befűtenek majd otthon. Mondom, már már emelkedtem felfelé, hogy én is kiballagok rossz kisasszony elé, mikor megszólalt a zene. A lézercsillagok is felbillantak a katedra fölött, az ajtók pedig automatikusan kitárultak, alig akartam hinni a szememnek, az óra véget ért. Rossz kisasszonyt azonban nem olyan fából faragták, aki csak úgy hagyja magát. Bekapcsolni az üzenőszalagot dörrent ránk, bár már mondtam, hogy az ajtók kinyílottak. A folyosóról kíváncsi felsősök kandikáltak be, és kárörvendőképpel kacsingattak felénk, amikor az üzenős forogni kezdtek. Mondhatom, hogy rossz kis Asszony alaposan eláztatott bennünket, elmondta, hogy figyelmetlenek vagyunk, nem vesszük át rendesen a házi feladatot, sőt, többünk elektronikus kisokosának már hetek óta kimerült az akkumulátora. Különösen az űrhajós szülők figyelmét hívta fel, hogy jobban ügyeljenek távol létük alatt a gyermekeikre. Ha nem hagyják el a nagy rendszert, állandó kapcsolatban lehetnek a családdal, és ilyen esetben az iskola nem fogad el kifogást. Éppen elég gond van azokkal, akiknek a szülei más naprendszerek között kószálnak. Csak így mondta, kószálnak. Ebből aztán világos volt, hogy rossz kisasszony nagyon mérges, és hogy valami más is bántja, mint a mi közeledő karácsony okozta a figyelmetlenségünk. Mikor végre megszabadultam az iskolától, tudtam, hogy apa még nincs otthon. Mivel a nap szépen ragyogott, elhatároztam, hogy nem a mozgó járdán megyek, hanem mellette. Zsebre vágtam a kisokost, és a másik két kazettát már kész is voltam. Roppantul szeretek ugyanis napsütésben sétálni. Sandra a körmeid manikűrözte, mikor hazaértem. Csak akkor éreztem, hogy pokoli éhes vagyok, amikor kinyitottam az ajtót. Sandra annyira el volt merülve a munkájában, hogy szinte észre sem vette az érkezésemet. Kénytelen voltam nagyot köszönni, Sandra ekkor felém fordult bágyatan és rossz kedvűen. Hello, mondta minden lelkesedés nélkül. Ebből aztán tudtam, hogy az anyámnak ismét depressziója van, amitől mindig szomorú lesz és pénzt vesz ki a bankból pszichológusra. Bár nem nagyon tudom, hogy miért kell anyának pszichológus vagy pszichoanalitikus, azt azért megfigyeltem, hogy általában akkor tájt vannak depressziós tünetei, amikor apa valahol a távoli naprendszerek között bolyong. Ilyenkor aztán nyakra főre analizáltatja magát. Bár nem tartozik ide és nem is egészen világos előttem a dolog, azért azt elmondom, hogy amikor egyszer apa visszatért a rákból, anya panaszkodott neki, hogy megint kénytelen volt elmenni a pszichoanalitikushoz. Ez néhány éve történt, és én akkor még jóval kisebb voltam. Apa csak nevetett és átölelte Szandrát. Aztán mondott neki valamit, amit én nem értettem, jobban mondva nem hallottam, mert anya fülébe súgta. A mondat végét azért elkaptam, de nem volt az egésznek se füle, se farka. Kell neked nem pszichonalitikus, dörmögte apa anya fülébe, amitől Szandra elpirult és hátba vágta apát. Minden esetre tény, hogy egészen addig, amíg apa ismét el nem indult a naprendszeren túlra, nem kellett neki analitikus. Most azonban megint rajta volt a depresszió. Ezt abból is láttam, hogy megengedte ne a konyhában, hanem a nappaliban egyen meg az ebédemet. Ilyenkor ugyanis nem törődött annyira a rendel, mint amikor nem volt rajta a depresszió. Fölmentem hát a konyhába a sütőautomatához, de jó szagú úristen, senki emberfia el nem hinné, hogy mi minden nem volt odafirkálva a kódszámok helyére. Egyszerűen képtelen voltam elolvasni Szandra számait, a betűjelekről nem is beszélve tudtam, hogy most le kell mennem, és meg kellene kérdeznem Szandrát csak, hogy azt is tudtam, hogy ilyen állapotban úgysem emlékszik semmire. Oda guggoltam hát a kompjúter elé, és megpróbáltam betáblálni Szandra felfirkált jeleit. Kétszer is hiába próbálkoztam, a tűzhely felett kigyulladt a piros lámpa az ehetetlen jelzés alatt. Már-már arra gondoltam, hogy kikapok valamit a hűtőszekrényből, amikor az utolsó próbálkozásomat siker koronázta. Igaz, egy másodpercnyi időre ismét felvillant az ehetetlen lámpa, de végül is kialudt a fénye, és a tűzhely működésbe lépett. Halk moraja végezte dolgát, amíg én kibámészkodtam az ablakon. Egyszerre csak megszólalt a jó ebédhöz hívó harangjáték, az ajtók kinyíltak, és először a leves csúszott ki rajta. Úgy elfogott a röhögés, amikor megláttam, hogy bele kellett kapaszkodnom a tűzhely szélébe. Szandra alig, ha nem rántott levest programozhatott be, mert a szürkés létetején zsemlekockák és néhány kömény magúszkált. A közepén azonban egy sült kacsacon bült nagy büszkén, és mintha meg lenne koronázva, a forró végén makaróni szálak trónoltak. Megveregettem a tűzhely oldalát, és úgy döntöttem, hogy mégiscsak a konyhában eszem meg az ebédemet. Ha leviszem, és Szandra meglátja, biztosan nem ismeri be a hibáját, és azt mondja, hogy még éretlen vagyok a komputeres tűzhely használatához. Pedig, ha rendesen felírta volna a kódot, gyerekjáték lett volna betáplálni. Így aztán sóhajtva nekiültem, és befaltam mindent. Mondhatom, a következő fogás sem volt különb. A másik kacsacom tetejére nagy adag kecsapot lökött az automata, egy málna torta krémével keverve. Lehet, hogy a malacokra gondolt, amikor nem nyújtotta ki a mégsem ehetetlen feliratot. Amikor Szandra feljött, már készen voltam mindennel. Éppen a mosogatóba termeltem be az edényeket, amikor bejött a konyhába, és az ajtóférfának támaszkodott. Apád üzent valamit. Ha akarsz, elmehetsz érte a teniszklubba, de csak ha a leckét készen van. Na van, kedved. Bólintottam, hát persze, hogy van, mindig szívesen megyek apa elé még akkor is, ha a teniszklub területére nem tehettem be a lábam. Ez ugyanis gyermekek számára szigorúan tilos. Ezen a délutánon apa korábban jött ki a klubból, mint máskor szokott. Ütőjét a vállán tartotta, és lehajtott fejjel fütyörészett, amikor kijött a kapun, és elindult a parkon átvezető kis patak mentén. Valószínűleg teljesen megfeledkezett, hogy üzent értem, legalábbis úgy ment, mintha nem akarna találkozni senkivel. Mielőtt megszólítottam volna egy bokor mögül, jól megfigyeltem apát. Magas volt fiatal, és nagyon szépnek és férfiasnak láttam sokkal férfiasabbnak, mint azokat a színészeket, akik a videóban játszák az űrhajós történeteket. És apa valóban űrhajós volt, annyit jelentett neki kirepülni a naprendszerből, mint másnak megenni egy almát, vagy becsukni az ajtót. Sokáig azonban nem nézhettem, mert tudtam, ha elhagyja a parkot, elveszíthetem a mozgójárda tömegében. Így aztán utána futottam, és mikor közvetlenül mögéje értem, rákiáltottam. Hello, apa! Eljöttem, érted! Gyorsan megfordult, és úgy tett, mintha csodálkozna. Hello, Roloff! Ez aztán a meglepetés. Hogy került el ide a parkba? Úgy tett, mintha nem ő üzent volna értem Szandrával. Én persze elértettem a dolgot, és belementem a játékba. Éppen erre a apa. Gondoltam, ha már itt vagyok, megvárlak. Erre áttette az ütőt a másik vállára, jobb karjával megölelte a hátamat. Hát, ha már így alakultak a dolgok, kezdhetnénk valamit az időnkkel. Szandra mit mondott? Kicsit töpreg nem kellett a válaszom. Tudtam, hogy anya nem örül, ha délután elkodorgunk. Ilyenkor a leckém is estére marad, és Szandra azt sem szerette, ha apa este villan fényérbe abrája a lecke olaolvasó áramköreit. Anya azt mondta, hogy siessünk haza, de talán az uszoda még beleférne a mai délutánba, próbálkoztam meg félénken. Apa nem szólt semmit, csak levette kezét a vállamról, feltartotta az égre, hogy a zakó újja visszahújjon a könyökéig, szabadá téve ezzel időmérő automatáját. És mivel a másik keze foglalt volt, egyszerűen a hoblokához ütötte az automata hívógombját. Éppen egy teherrel megrakott helikopter húzott el a park felett, így aztán nem hallhattam az automata bejelentkezését. Amikor a helikopter eltűnt az uszoda fölött, apa már beszélgetésbe merült az automatával. Meg tudná mondani, kérem, hogy mennyi az idő? Igenis, uram, válaszolt az automata. 17 óra 25 perc, 17 másodperc. Óhatja, oh, hogy megismételjem, uram? Nem köszönöm, mondta apa. És már éppen azon volt, hogy a zakója ujját, amikor gyorsan megfogtam a karját. Apa engedett, mert tudta, hogy imádok játszani az időmérőjével, hiszen a legmodernebb volt azok közül, amiket az időtervezők az utóbbi évtizedben létrehoztak. Felém tartotta hát a kezét, és hagyta, hadd kérdezzek. Meg tudnám mondani a hónapot is, uram? Kérdeztem csúfondárosan. Az automata időmérő kicsit habozott, nyilván idő kellett neki, míg ráállt a hangmagasságomra. Igenis, uram, felelte végül. December 14-e van, uram. Apámra kacsintottam. Az lehetetlen, kérem, mondtam, hiszed virágoznak a fák, és 25 fok a hőmérséklet. Az időmérő elhallgatott. Kontrollálom az eredményt, uram, mondta aztán, és rövid szünet után szinte vidáman tette hozzá. Ellenőriztem a memória egységem, uram, tévedés kizárva. December 14 e van, uram. Ekkor már hangosan nevettem olyannyira, hogy apa is elfintorította az orrát, aztán közelemelte a szájához az automatát, és tagoltan ennyit mondott. Köszönöm, abba hagyhatja. Nincs szükségem újabb kontrollra. Értettem, uram, felelte az időmérő, és kikapcsolta a működtető elemeket. Apám rám kacsintott. Ez annyit jelent, Rolof, hogy talán egy órácskát is el tudunk lopni a mai délutánból. Akkor hát igyekezzünk. Átvágtunk a parkon, keresztül a patakocska hídján, és néhány perc múlva az uszoda bejáratánál voltunk. A csillogó, fényesre csiszolt automata megemelte a kalapját, mikor beléptünk az előcsarnokba. Szájából artikulálatlan nyöszörgés tört elő, kezében megrándult a keresztben tartott vasrúd, amelyel a bejáratot zárta el. Szánakozva néztem szegényre, hiszen éppen olyan volt, mintha élő ember lett volna. Nyilván az uszoda állandóan szállnagó nedves párája aki kezdte a torkát, a fenntartó társaságnak pedig kisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy rendben tartsa az automatáit. A pénzügyeket bizonyára kifogástalanul intézte szegény, így aztán nem vitték még el a roncstelepre annak ellenére, hogy inkább varjú imitátornak kellett volna lennie, semmint köszönő automatának. Itt a kártyád, Rolof? kérdezte apa. Nemet intettem. Apa ekkor kivette a zsebéből a saját kártyáját, és a köszönő automata oldalán vágott, vékony nyugba illesztette. Két lyukasztást kérek, egy felnőttet és egy gyereket, aztán törőközött nadrágot papucsot, s várakozva rám nézett. Gyékényt, sugtam, és gyékényt, mondta apa. Az automata berántotta a kártyát, és érthetetlen mormogásban kezdett. Apa gyanakodva bámult rá, és én is nyugtalanul figyeltem a kártya eleltűnő, eltűnő majd újra felbukkanó széleit. Mi lesz ebből, ha ez a varjú ember megeszi a pakártyáját? A köszönő automata azonban úriembernek bizonyult, elegánsan meghajolt, aztán kilökte magából a kártyát. Apának éppen annyi ideje maradt, hogy zsebre dugja, amikor az automata felemelte a kezében tartott vasbotot jelezve, hogy a szabadon hagyott folyosón besétálhatunk az uszadába. A kabinos automata szerencsére használhatóbb állapotban volt, mint a varjú ember. Szó nélkül kiadta, amit kértünk a nadrágokat, papucsokat és a gyékényt. Aztán kellemes fürdést kívánt, és neki támaszkodott az egyik kabin falának. A mesterséges fényforrások a júliusi tengerpartot idézték, a bedences szélére rakott köveken fröccsenbe törtek meg a mesterséges hullámok, s a kék víz mélyén tranzisztoros halacskák ficánkoltak. Bajuszkájuk idegesen mozgott, mintha csak szabad szemmel nem látható rákok után kutatnának. Korábban, amikor először vagy másodszor jöttem apával az uszadába, el sem hittem, hogy a halacskák nem igaziak. Talán csak azt tűnt fel, hogy jóval lassabban mozognak, mint azok, amelyeket nyáron a valódi tengerparton láttunk. Aztán apó azt is elmagyarázta, hogy a bajuszkáik valójában antennák, amelyekkel felmérik és érzékelik, az útjukba kerülő akadályokat, hogy kitérhessenek előlük, s valóban, még soha sem láttam, hogy a halacskák bárminek is neki mentek volna. Egyszer azonban történt valami, ami miatt nagyon megsajnáltam ezeket a kis kiszolgáltatott géphalakat. Emlékszem, egy éve lehetett talán, hogy apát ugyanúgy, mint most, sikerült becsalnom az uszodába. A medence egyik sarkában nagyobb társaság szórakozott, hangosan kiáltoztak, és vidáman fröcskölték egymást. Talán főiskolások, vagy esetleg űrhajós növendékek lehettek annyi szent, hogy alaposan bevoltak voltak szíva. Amikor eltempóztam mellettük, megütötte az orromat, a répa pálinka keserű illata. Aztán szem előtt tévesztettem őket, és apát kerestem inkább, aki egy bácsival beszélgetett a parti pihenőn. És épp akkor, amikor megtaláltam, kitört a botrány a főiskolások környékén. A hangos kiáltozásra apa is és a másik bácsi is felemelte fejét, és arra nézett, ahonnan a zavaros hangok hallatszottak.